Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan, 12 perccel. Jó reggelt! Hello, Feri! Hello! Hello, Jani! Hello, Bello! Na végre most magasan ülök. Ez jó. Mi újság van? Jó. Na mi van? Semmi? Ne, jó volt a hétvége. Igen? Ti is jól éreztetek magatokat? Nem. Mi jól éreztetek? Na, nem. Volt. Gyalázatos volt? Hát ez egy rohadt nagy átverés. Ez az egész. Senki. Gyerekek, senki ne menjen. Senki ne menjen? Igen, nehéz erről beszélni, mert ugye ezt még valamikor talán... nem is tudom, pár hónappal ezelőtt karácsonyra kaptam, vagy valamilyen ünnepre. Akkor. Ajándéknak. Hallgatja ő ilyenkor, akitől kaptad? Nem tudom. De ha hallgatja, akkor tanuljon belőle. Nem, hát drágábbat ezek után. A szándék jó volt, gyerekek, de hogy ezt a fost komolyan, tehát hogy ezt, aki kitalálta, hogy idem elküld embereket, és erre a magyar utazási irodák pénzt mernek beszedni, hát ez döbbenetes. Mert szerveznek is oda utakat konkrétan? Vagy elmernek pedig... adni utat. Ja. Én ezt úgy kaptam. Uh-huh. De vagyok olyan kapcsolatban az illetőben, hogy ezt én nyugodtan elmondhatom, mert ő ezen nem sértődik meg. Mert hát nem az ő hibája, őt. Nem az ő hibája, persze. Most nem már az elmondhatod, hibája, de... hogy ez az állami cirkusz Szófiába. Nem, képzeljétek el, ez Legoland München mellett, ami így azt mondod, hogy bepisülsz, és ott a helyed, és minden gyereket oda kell vinni, és fú de nagyon jó, és komolyan, hogy aki még nem jutott el. Következő történik, azt hiszed ugye, hogy ez München leszáll a repülő, és 10-15 perces autóút, ez egy 140 kilométeres autó. Ez egy 140 kilométeres autóút Münchenből. Semmi köze nincs Münchenhez. De semmi. Hát ott száll a gép, ugye annyi. Hát, ja, jó. Jó, okay. Hát ennek... Ilyen alapon ez jó, Bécs hát... mellett is lehet. Nézd, hát ennek, ez, erről azt tehet, aki nem néz utána. Tehát ha Bali erre nem készül föl, se Viki, akkor megérdemlik a... Mi azt hittük, hogy autót bérlünk, és majd ott vezetünk egy fél órát. Egy röpke két órás autót után, mert mire kikeveredsz Münchenből, mire megtalálod, mire GPS, autópálya, stb. Terel össze-vissza, megérkezel Legolandbe, ahol nincsenek emberek. Ez egy egészen fura. De gyanús volt, nem? Vagy gyanús volt. Egy, nem zárt körüt nyertetek? Megérkezel Legolandbe, ahol gyanús, ott mondom, nincsen emberek, ez még jól is elsülhet, ránézek az órára, a hőmérséklet kijelzőre, 8 fokocskát mutat München környékén az időjárás, de hát erről szintén ugye nem tehet senki. Jaj, majd mindjárt leveszem ezeket a hangokat. Megérkezünk, kiszállunk, és hát fura, mert ez egy ilyen parkszerű, szerintem a Disneylandet akarták a németek megcsinálni, de hogy München lakói járnak oda, és effektíve szerintem senki más, képzeljétek el egy ilyen recepciót, ahova bemész és felveszed a jegyeket. Hát előbb fölköltöd a portást, aki alszik. Felkelted a portást, furán néznek rá, hogy mit csinálsz ott reggel 11 órakor, tök üres a parkoló, kicsit szemerkél, az eső, hűvös van. Évek óta nem járt itt senki, mit akarnak ezek? Az egész úgy néz ki, mint egy ilyen rossz magyar BMW Expónak a parkolója, tehát ilyen fura bódék, egy-két elhagyatott lakókocsi, tehát ilyen, nagyon érdekes a hely, de mondom, biztos bent van a nagy élet. Csöndesség van kint bent. Hallgass, Benny, hallod a gyerekek csivitelését? Ott van az ígéret hölgye, mindjárt bemegyünk, fölvesszük a jegyeket, mondják, hogy hát akkor menjünk be a szobába. Bemegyünk a szobába. Ilyen régi szotüdülőhöz hasonló ilyen sorfaházakban laknak az emberek, akik oda mennek, de csak németek, nincsen turista. A faházakban effektíve semmiféle fűtés nincs, van egy ilyen kis kandalló, elektromos kandalló, amit így meggyújtasz, és a kandalló körül a szoba ilyen tapétával van kiszed, de emeletes ágyak vannak benne, tehát ez egész nagyon bizony. Emeletes ágyak vannak benne, de ez még nem rossz, bekapcsolod a fűtést, ami a hőmérőt, vagy a hőmérsékletet felmelegíti a fűtőtest körül egy ilyen egy méteres körzetben. Aha, de te nem ott alszol. De a szobában ilyen bruttó 13 fok, mondtam, semmi baj, kell nekünk a kaland, majd jól felöltözünk, irány a park. Megkérdezni, hogy hol van a vacsora? Vacsora, hát az a holnap tudok estére fog. Mindjárt, 100 kilométerre. Délután kettőkor mondom, hogy tudom majd vacsorázni, a gyerek kicsit nyűgös, és hát te vacsora? Azt foglalni kell. Hát ha fáznék, én is nyűgös lenni. Még így 44 évesen is néha szoktam nyűgös lenni. Foglalni kellett volna időpontot. Hát nem mondom, hogy foglalni kellett volna időpontot, csokom. Hát most jöttünk, ember nincs, mire foglaljak. Végis, tehát így féljön az éttermet. Minden asztal elkelt.
másnap estére be tudnak írni vacsorát. Ma, mondom, majd a parkban eszünk valamit, hagyjuk a vacsorát. De úgyhogy ember nincs a parkban, tudod, és ez az egészet így nem érted, hogy akkor hol vannak az emberek. Na hát ez nem derült ki. Bemész Legolandbe, ami ugyanúgy van kitalálva, nagyon szép parkos úton mész keresztül, és megérkezel a nagy Legolandbe. Gyanús, mert nem látsz semmit, se hangok, se sikoltozások. Tudod, semmi, a gyerek és apuci, mi van itt? Mondom, nem tudom, Benni, menjünk. Senki nem követel Luffy-t. Nincs Luffy, se vattacukor, semmi. Megérkezel, és tényleg úgy néz ki, mint egy, voltatok régen a BMW Expo-n. Tudod, ilyen nagy üres terek, és néha egy-egy Lego, ki van rakva például a Star Wars X-árnyú. Aha. Kicsit megszívta a nap, kicsit ugye a fehér az már olyan barna, és ott áll az X-árnyú. És mekkora méretben? 40 centi? Nem, egészen mit tudom én, egy 3 méteres ja, méretben. Na, és odaállsz, és akkor mondják, hogy hát itt tudsz előtte fotózkodni. Ez egy X-árnyú, a Star Wars-ból. Ismeri, nem? Jó, nem? Álljon elé, nem? Ez egy X-árnyú, lehet előtte fotózkodni. Jön a német, berakja elé a gyereket, lefotózza, őrület, izgalom. Nézzünk itt, tudod, hát mondom, nem rossz, mert hát csináljunk előtt egy fotót, hát azt kell, akkor mi is csinálunk előtt egy fotót. Csináljunk egy fotót, mész tovább, R2-D2 Legóból kirakva, de tudod, ezt mind a 9 okos Münchenben, ott esőben sétálsz egy ilyen röjjesen, egy ilyen rohadt nagy parkba, és tudod, hogy a szállásod majd vár, ahol szintén hideg van, és már fönn vagyok. Mész tovább, R2-D2 kirakva Legóból. Hát mondom, ez biztos csinál valamit, rá lehet ültetni a gyereket, vagy bármi, mit tudom én. Jön a német, lefotozza Artudit. Hát mondom, gyere Benni, itt is csinálunk egy fotót. Kitalálom. Következő, Millennium Falcon. Ott a Millennium Falcon. Valamiért a Legolandben ráfűztek a Star Wars-ra, vagy ez egy ilyen közös együttműködés. Minden Star Wars. Minden Star Wars. Kint a németek, akik azért hozzá vannak szokva a hideghez, nem ülnek senki. Bent ilyen hangárszerű képződményekben vannak a sör, virsli, stb. Nem kellett nagyon sorbálni, mert 8-an voltunk, tehát hogy beálltunk gyorsan, ettünk egy ilyen zsömlét egy virsivel. Láttatok a lámpavasakról logó Star Trek rajongókat, akik felkötötték magukat a 20. Star Wars után? Nem, az van, hogy áll a Darth Vader egy fénykarddal a kezébe, olyan, mint 73-ban lennél. Több, egyébként egy idő után már nagyon rögtünk. Áll Darth Vader a karjában egy lézerkarddal. És oda tudsz menni, te egy másik lézerkarthoz meg tudod forgatni, meg tudod fogni, és akkor rá tudsz ütni. Ó, de a Darth Vader. Hát a harc van. Aki áll. Aki nem mozdul, mert Legóból van fölépítési áll 13 éve. Az évek során egy picit már az idős Darth Vader, aki már nem vív olyan jól. És 13 éve áll mozdulatlanul a Darth Vader, kicsit kopott a Legója, kicsit megszívta a nap, a fekete már szürke, a piros fénykardja már olyan halvány szürke, halvány vörös, mit tudom. Akkor tudsz fogni egy fénykardot, csak de a hangot te adod? Hát nincs hangja. Hát hangja nincsen. Hát hangot nem tudsz adni. Nem volt egy rés valahol egy én nem tudom, én gondolkoztam. Tehát, hogy kicsit mindegyikbe be kell dobni valamit. Fölültünk egy ilyen vasútra, ami körbe megy, ez ugyanaz, mint Disneylandbe, fölülsz 30 vagon, fölülsz, és akkor megy körbe 3-mal. Uh-huh. Jól éreztem, hogy bárhova ülhettetek volna, ugye, mert nem volt senki. Ahova akarsz, oda ülsz, akár a mozdonyt is vezethettük volna, azzal mentünk egy kört. És úgy érkeztünk meg, hogy tudod, ilyen reggel 8 órakor már parkba voltunk, vagy 9-kor, már 6-kor indult a repülő, vagy 5 óra 50-kor, tehát így nem is értették a németek. Ránéztem az órámra, 9:30, végeztünk a parkkal. Ja, és ott álltunk. Korán fekszünk. Mondom a Vikinek, hosszú lesz így a nap, gyerek, mondja, apuci, nagyon fázom, menjünk már be. Szóval tényleg, hát ilyen 8 fok, és az a szitáló, amit beesik a kapucnitba, az a szitáló ködös, ónos kötszitálás. Mondja a gyerek, hogy hát menjünk be a parkba. Vagy menjünk be a szállásra. Menjünk a szállásra, ott vagyunk egy órát. Jó, mondom, Viki, hát akkor... Kalandot, menjünk. Menjünk. Becsomagol. Kulcs, lead, irány München. Bementünk Münchenbe. Ott hagytuk, foglaltunk egy szállást. Valahogy szállába bementünk. Bementünk Münchenbe. És aztán ott voltunk. Másfél napot kóboroltunk. Szép a München. A beton dzsungelben kóboroltunk még egy másfél napot. Szombaton egy kicsit kisütni látszott a nap, nem is volt annyira rossz idő, már ilyen 13 fokra szökött föl a hőmérséklet, és akkor elmentünk a müncheni állatkertbe, ezt találtak ki a Viki, ez egy jó az már volt. Jobb. Hogy mégis csináljunk valamit, mert ugye pénteken 10 órakor mi lerendeztük a parkot, vagy 11-kor, és vasárnap délután 4-kor ment a repülő, és ott volt másfél nap, tudod. De nem elütöttük az időt, nem volt, nem lett volna semmi gond, ha nem 9 fok van, és ónos köcitálás, tehát az itt nem lett volna baj. Amikor beszerezte a kedves ismerős ezt az ajándékot nektek, akkor volt valami affér köztetek? Tehát, hogy miért haragudott rátok? Jóba voltatok? Biztos, hogy jóba voltatok egymással akkor, amikor kaptad? Igen.
Határozottan. Uh-huh. Ez fix időpontra szólt, vagy pedig lehetett mozgatni, mert hogy akkor ha karácsonyra kapod még ráadásul. Nem, én toltam, mert én mondtam a kislányok az utazási irodában, hogy mi nem mennénk el március április, mert szerintem Münchenben ott hideg van, de most nem tudtam, hogy ott május végén, június elején is elérni. 8-9 fokon, ez még úgy egyébként nincs, hogy München, ugye nincs. Meg szállított el a fűtött szállodai szobára, és hogy az. Jó, de az időjárás ez egy mellékes tényező, gyerekek. Kiderült, hogy ide nem nagyon járnak turisták, tehát az egész, én azt hittem, hogy az egész olyan, mint tényleg Disneyland, hogy oda mész, és akkor egész nap jössz, mész fölül, stb. De hogy ezt meg akarták csinálni a Legónak megfelelő Disney parkot, de szerintem az elmúlt 40-50 évben erre nem nagyon költöttek. Sőt, akkor is elfogyott a pénz a felénél. És akkor is elfogyott a pénz a felénél. Van egy ilyen lábbal tekerő vasút, amit itt tudsz tekerni, meg olyan dolgok vannak, hogy be tudsz ülni egy székbe. De fura volt, hogy amikor tekertétek, akkor a közvilágítás is elkezdett világítani. Be tudsz ülni egy székbe, tök jó, és így fölhúzod magad egy csigán, és amikor elengeded magad, akkor lemegy a szék. Jó, tudod, ez... Hú, de durva! Most ez egy Budapest melletti kalandpark, azt tudod, azt mondta, hogy tök jó, elmész, elbóklászol a gyerekkel fél napot. De mikor utazol másfél órát repülővel, beülsz egy kocsiba, levezetsz autópályán, azt sem tudod, hol vagy hülyed, és mondod be, Benimát tudod, hol vagyunk, mondom, mindjárt a kánoámban. Megérkezünk az ígéret földjére, olyat látsz, Beni, amit még soha. Csak bókláztunk ott hülyén. És tényleg olyat látsz. Mindegy, a müncheni állatkert viszont nagyon szép. Az világhírű, igen. Fú, gyerekek, az olyan, mintha az erdőben lenne, és az erdőben kivágtak volna egy ilyen kis részt az állatoknak, és aztán így visszatelepítették köréjük az erdőt, tehát a zsiráfok azok úgy sétálnak, mintha így a mögé nézed, mintha élőben látnád őket valahol a szavannán. Oroszlánok, kiseges medvék, csak furák fókák, a fenyők. Csak furák kicsit a fenyők, de mindenki szinte természetes közegben van. Pandájuk van? Volt pandájuk? De szerintem nem volt pandájuk. Na, tetszik. Nem volt pandájuk, és egy háromfős belépő, két felnőtt, egy gyerek, az olcsóbb, mint Magyarországon. De hát mert nem olyan szép az állatkert. Na, de... Csak viszonyításképpen. Tehát, hogy azért az nagyon durva. Van most egy német azért a négyszeresét, ötszeresét keresi. Hát... És olcsóbb, családi jegy van, úgynevezett, az lehet, hogy Magyarországon is van, nem tudom. De kiszámoltuk, megnéztük direkt interneten a magyar állatkertnek a jegyárát, csak kíváncsiságból, és hogy 1500-2000 forinttal olcsóbb volt a családi jegy, mint amit, ahogy itthon mész be. Azért az nagyon kemény, ha belegondoltok. Hát, igen. Úgyhogy egy német mondjuk a tízszeresét keresi meg. De náluk is volt most egy újraegyesítés, ahogy náluk is, és az is sokba került annak idején, és így kompenzált. Most ugye a Vidám Parkkal egyesült újra az állatkert, nagyobb a terület, nagyobb a rezsi. Így van, kellenek azok is. Belételi forrásoknak egy kicsit. Én most ezt nem azért mondom, ez csak az ember így figyeli ezeket az érdekességeket egyébként. De mondjuk már látom a jövőt. Figyelj, hallod, te sokám, hallottam, hogy nem volt, nem is kellett fújni, hogy akkor itt van egy hétre, látsz meg azban az Excaliburba, akkor nektek, a Vikivel jó, itt meg a gyereknek, meg még egy plusz hét, a Disneylandbe jó, de akkor így most jó, te sokám. Te tudod, hogy kitől kaptál. De szegény nem tehet, nem ő. Szóval, hogy... Karib-szigeti, bárki gyerekek. Aki tudok erről, nagyon szívesen lebeszélek, mert ez, szóval, hogy ez tehát ezért nem éri meg 4,5 órát utazni. Hát figyelj. Tehát ezért nagyon nem. Ha tudtad volna, akkor inkább Csillebérci kalandpark, nem? Hát, közelebb, oda-vissza, érted? Felhúzod magad, leengeted magad. Érted. Azért van, azért fák kaptad van az élettől, hogy értékeld a többit. Így van. Te ott, hogy szívesen menj például cirkuszba. Én minden megbántam, én elnézést kértem gondolatban a cirkusz, és így remegve néztem a 9 fokos Münchent, és azt mondom, ó Istenem, bárcsak a fővárosi nagy cirkuszban lennék, onnan már csak ugrás hazamenni. Hogy én miért megtudtam a bócok? Ez a cirkusz és a bócok bosszúja a három nap kóvájgás péntek reggeltől vasárnap estig a 8 fokos Münchenben. Nem. Mászlinkor tényleg egy fél délelőtre, tudod, amikor már így megsajnál az időjárás, és látja a kis elhagyatott családot kóborolni München utcáin, hogy ha-hó, hol vagytok? És akkor úgy ránk mosolyolt, és így pont amíg az állatkertben voltunk, addig egy kicsit kisütött, és így a plusz 10-ből egy ilyen plusz 12,5. Néha egy jeges északi pöff így bejött, hát, ahol így szorosabbra húztuk a kabátot, de az állatkert az valami csodás, tehát az gyönyörű, ülnek, esznek, piknikeznek, olyan szép, olyan rendezett, mint tök unalmas, tehát nem tudnék ott egy hetet csinálni, mert annyira unalmas az a város, hogy megőrülsz. De maga az állatkert az valami elképesztően szép. Októberbe kell menni, akkor van sörfesztivál. Ők is ezt mondják, hogy az Októberfest így van, jó. Tehát akkor az izgalmas, meg egyébként ugye hát ott a Bajorország részen szép, az ott az nagyon szép a kastélyok, meg a hegyek. Csak a városból az nem látszik. Csak az a városból, onnan még egy picit utazni kell. Úgyhogy
Hát gyerekek, ha meg tudom valakinek akadályozni, hogy ide menjen, mert oda éppen vouchert készül venni, hogy nyugodtan, tehát nem. Viszont van egy szenzációs hely, ami eszembe jutott, és azért viszont... Másik ország? Igen, másik országban. Ez Ausztriában van, ez az osztrák-magyar határon, Sopronból kell átmenni, és ez egy Europark nevezetű hely. Hát gyerekek, másfél óra az út, ott vagy hamar. Van mit csinálni. Nem átvágás. nem valami 98-as 77-es BMW Expo területén találod magad, tehát döbbenet. És na, az viszont nagyon klassz. Azt tudom mindenkinek ajánlani. Te is voltál. Ez már az osztrák oldalon van, Sopronban. Hát átmész a határ után, nem tudom, 20 kilométer körülbelül. És az nagy móka. Fantasztikus. Tele van játékkal, tele van izgalommal. Fantasztikus, fantasztikusan jó. Na mindegy, úgyhogy gondoltam, majd ha karácsonyra titeket húznak, akkor egy legolendes belépót. Ezután hogy fogunk körülni? Tudod már, hogy ártsák? Nem tudom, miért nem költenek rá. Hát ha ők rivalizálni akarnak, vagy turistákat akarnak, és rájöttünk, hogy nem látunk turistát. Tehát nincs magyar rendszám, nincs angol rendszám. Na, mindenki látta, ti voltatok az utolsó. Nincs senki. Most zárnak. Szerintem a müncheni németeknek ez egy ilyen hétvégi program, de nem megy oda nagyon-nagyon turista igazából. Nem is tudom, hogy ezt utazási irodák hogy merik értékesíteni. Tehát, hogy így... hogy vezik a bátorságot. Na mindegy. Azt egy kicsit többet vártam ettől. Úgyhogy ez volt a kaland. Vasárnap délután 5 órakor szálltunk le müncheni járatról. Jó volt hazaérni. Mi? Régen örültem így ennyire az ország. Lakás, otthon. Hát azért az. Régen mondtam, úristen, de jó itt. Mennyivel izgalmasabb ez a szoba? Mennyi minden van benne? Amivel lehet tudjuk tölteni az időt? Igen. Hát arról már nem beszélve, ilyen kis nyalánságok, ülsz a gyerekkel, bérelt autó, megszerzed a gyerekülést, próbálsz, harcolsz, mire megtalálod, mire kijut, stb. Olyan hatszor nem indult a bérelt autó. Tehát minden, ami lehetett, az nekünk összejött ezen a hétvégén. De hogy így mondom, itt vagyok a Legoland 130 km München, egy Jürgen majd felveszi nekem a telefont, já, sprint, já, tudod, old meg vele ezt németül, mert hogy nem nagyon beszélnek angolul, valamiért nem indult. Tehát volt. De megoldottam azt is. Hát a nagy távolság. Nincsenek hozzászokva azok a járművek, hogy valaki kimegy oda. Megijedt. Hol vagytok kis gazdáim? Már olyan messze vagytok a müncheni reptértől. Úgyhogy ez Europarkot Sopron határában? Europarkra van az a neve. Family Park. Vagy Family Park, igen, van. Family Park a neve. Az nagyon, nagyon, nagyon. De Kispest is nagyon szép egyébként. Szerintem az Europarkban is kimehettek. Az is tök jó. Igen, az Family Park. Tényleg, azt viszont merem ajánlani. Na mindegy. Úgyhogy meletek? Hát! Semmi? Ezek után melegszoba. Mit mernél mondani? Melegszoba, jó sorozat. Kellemes kaják. Hát most... De hallom, itthon is elég ramadt idő volt. Ez annyira tartotta bennünk a lelket, mikor ránéztünk, hogy München 12 fok, Budapest 16. Igen, hogy nagyon tudod az az érzés, hogy jó van, akkor nem maradok le semmiről. Jó van, akkor nincs nagy baj. Itthon is ramadt idő? Hétvégén? Szó. Nem volt annyira durvá, nálunk tegnap esett egy 10 percet az eső. Az nem vészes. Olyan kis, ilyen kis semmi, ilyen kis üvöskés. Nem volt semmi extra. Nálunk a gyerek kirándulni volt szombaton, úgyhogy egész nap egyedül. Egyedül kirándulni. Nem, mondtuk neki, hogy ott találkozunk, menjen oda, mi ott várjon majd annál, hogy Tölgyfánál. Ne, iskolai volt, úgyhogy ott nagyon jól érezte magát, meg mi se rosszul. Hát most már elég annyi gyerek ahhoz, hogy hál' Istennek most már így el tudjon menni mondjuk egy-egy ilyen napokra, kis osztálytársakkal, meg ilyen szervezett formában, imádja, úgyhogy... És már alig várod az egyhetes bennalvós tábort. Viccelsz! És utána a két év, utána meg már lassan költözik el. De lassan kirepül. Így van. De hogy jól érzi már magát, meg nyilván ennek megfelelően megpróbáltunk meg olyan programokat csinálni, amivel mondjuk a gyerek nem volt annyira beleszámítva, úgyhogy egyébként tehát egész otthon maradtatok, és szépen Rómát tévéztük magunk. Igen. Láttam például egy nagyon jó sorozatot, most sikerült belőle három részt is megnézem, az a címe, hogy Penny Dreadful, és egy viktoriánus horror sorozat, mindenkinek ajánlom, aki szereti ezt a műfajt, irgalmatlanul igényesen van megcsinálva, nagyon jó, tök jó vegyíti egymással a klasszikus horror sztoriknak, a Drakulának, a Frankensteinnek, a hasonlóaknak, vérfarkasnak, stb. A különböző elemek. Melyik marha igényes volt az egész, meg hát azt mondtam, múlt héten megnéztük ugye Tomnak az új filmét, az is egy óriási élmény volt, úgyhogy tök jó. Jó a Tom film, jókat hallok róla. Végre egy igazi jó kis popcorn mazit, tehát beülsz, igazából nem annyira eredeti, mindenféle filmklasszikusokból látsz benne egy-egy kis elemet, de úgy van az is megcsinálva, úgy vannak összefércelve ezek az elemek, hogy igazából halálosan bemész, és végre tudod, és hátra tudsz dőlni, és akkor iszol, eszel, nézed, egy igazi jó kis kikapcsolódás.
nem váltja meg a világot, de nagyon nagyon jó. Hát Tom Cruise filmjén most álmában nem nagyon, de igen. De arra jó. De tökélet. Skifibe jó. Tökélet a blockbuster. Mozi értékelésben mi van elől? Iszol, eszel, eszel azt iszol, a film. Megint eszel, iszol egy kicsit. Hozzátartozik. Kivétel nélkül minden egyes ilyen filmhez. Szerintem, én azért is járok moziba, mert a mozi élmény, azt szerintem ez egy komplett csomag. Abban benne van a film is, a kaja is, az, hogy jó moziba, kényelmes széken ülsz meg, hogy van melletted kis nachos is, mártogató is. Ez az a jalapeño. Mi volt játékos? Nyertük a hetet. Nyertük a hetet, csodál, tényleg? Vicces. Most már ez a harmadik hét, amit megcsinálgattunk. Úgyhogy jól álltunk. Visszaültünk a lóra, akkor mondtad? Jó van, új hetet kezdünk, ugye ez még teljes hét, a jövő hét viszont pünkösd. Úgyhogy ott csak 4 napocska. De szép ünnep, az csak 3 nap. Mit csinálunk Sárváron, gyerekek? Mert hogy mondani kéne a hallgatóinknak, hogy hova jöjjenek. Megyünk majd a strandfürdőbe. Strandfürdőbe? Nem így hívják egyébként. De ez a nyitott? Aha. De ez a sok csúcs. Nyitott, fele nyitott, fele nyitott, fele csukott. Majd nekem is elküldik az infót, bocsánat. Majd én is tudom mondani. Valószínűleg Ferinek már mondták. Nem, a spotban hallottam én is valami is. Fürdőt. Na, hogy megyünk Sárvára, mert ugye szerdán ott vagyunk. Ez jó lesz. Begurulunk a Harley-ra, kompozunk, erről majd mondunk részleteket. Ez a Sárvár elejére, ha odaérek, lehet, hogy kicsit kések majd. Igen? Hát annyi baj legyen. 11:30-kor kezd a zenekar a Harley-n. Ó, te meg izén vagy, te meg hol nem, vagy? Az előtte való este. Te kedden vagy Iron Maiden-en. Igen, én alsősen megyek majd a Maiden-ről, Feri meg majd a koncertről megy, az alsősi koncertről jön majd Sárvára. De a ráadásban ne legyél benne, és ne így áll. Hát jó, ezt a két dolgot ígérlek. Nem sikerült sofőrt találnom, úgyhogy az nem lesz. Ezt a kettő. Na jó van. Oké, lehet jelentkezni játékra SMS-ben. Jó, mindenki tudja az SMS számunkat, mi pedig jövünk a hírek után. 6 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt. Kivárunk mindenkinek. Nyertük a múlt hetet, ugye? De új hét indul, úgyhogy megnézzük ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Hú, de gonoszok. Jó reggel, sziasztok, Erika vagyok. Szia. Erika, hello Erika, honnan hívsz minket? Vajtáról hívlak benneteket. Igen? Igen. És még igen. Még igen, utána mész dolgozni igen. Majd. Igen. Erika, kivel játszanám? Én a Ferivel szeretném. De jó ötlet. Nagyon jól teszed. Ferivel, jó, játszon a Feri, persze. Játszom. Abszolút. Hát persze. Hát hogy ne játszanak? Hogy ne játszom. Jó, Erika, jó vagy játékban, Erika? Fogalmam sincs, életemben sem játszottam még. Na meglátjuk. Ilyen játékot, hogy hozok nektek egy pontot maximum. 3, 2, 1, fire! Erika, hol van ez a vajta? Hát képzeld el, Pálfa mellett van. Pálfa! Ott voltam a hétvégén. Ott voltál te is? Ott voltam, és találkoztunk is. Mit főztetek? Hát én semmit. Én a poharakat díszítettem. De tudsz főzni? Tudok főzni, és alapból vendéglátósként végeztem, képzeld el. Ja, te vagy a kis gravírozós hölgy. Hát próbálkozom vele teljesen hobbi szinten. Vitték mind a cukrot? Hát meg lehetett venni, ugye? Szervezők árulták, én pluszba díszítettem. Te csak színeset is tudsz belegravírozni? Nincs aranyszínű festéken van. Aranyszínű van. Esetleg, amivel később meg tudom színezni a gravírozott mintát. Ügyes vagy akkor. Jó van, gravírozásban. Erika! Ügyes vagy, lejárt az egy perc. Kihúztuk. Komolyan mondjátok? Bizony, de ennyire rövid. És amit még akartam kérdezni a Feritől, majd azt akkor adáson kívül lehet. Az jó, adáson kívül, igen. Hogyha van rá lehetőség. Nagységes típus, nem fog összejön. Nem, jól, nem, csak azt akarom, jól hagyjuk, lényegtelen. Lényegtelen, nyertem egy csomagot. Egy is van, ez a lényeg, meg hogy találkoztunk, és ott a gravírozgattál. Küldjük neked, Erika. Jó? Nagyon kedvesek vagytok. Szép napot nektek. Sziasztok. Sose tudjuk meg, mit akart kérdezni. Nem, de majd visszahív. Soha nem tudjuk meg. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek után itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk.
mindenkinek. Jön vissza a meleg, azt láttam most, jön a jó idő, hétvégére már újra 30 fok, ma már napsütés, holnap még több napsütés az ország minden pontján, és Bachmann Péter pedig dacol a széle. Így van. A gyerekek egy ilyen strandzászlót lobogtat, de tép mellette a szél, Bachmann összehúzott szemöldökkel. Igen, egy ország izguló, hogy a Bachmann túlélje a vihart, mert hogy hát nálunk itt ugye be van kapcsolva a tévé, nézzük. Az, hogy ember nincs a strandon, az egy dolog, mert hogy még ugye iskola van, nem tört ki a szezon, és hát körülbelül 10 fok van a Balatonon. Időnként kérés egyébként, hogy nem mutassák, amíg forróvizes palackokkal próbálnak benne tartani valami kis életet. Mutattak egy totált, kiderült, hogy mezitláb van a lába, és egy lábfürdőt vesz éppen, egy forró lábfürdőben, lavoros vízben van a lábam. Ő ugye, a Mokka ugye, hát most a Balatonról jelentkezik, hát és Pakmant küldték előörsnek, hogy majd ő megnézi, hogy milyen idő van. Derítse hát, fel a terepet. Hát nincs melege. Nincs melege. Nincs, ott ül egy ilyen kis kellemes, világos színű zakóban, mint Dover fehér sziklája, ott dacol gyakorlatilag a jeges széllel, a hullámveréssel, mindennel. Viszont a stáb elől ő remekül takarja a szelet, tudod? Az biztos, igen, mögötte egy stég, a stégen még ember nincs, és egy zászló van szegény mögé berakva, azt meg úgy rángatja a szél, most meg egy... Nézd már, gyerekek fakutyáznak. Egy kócsagot mutatnak, áldogál a vízben, és ő se érti a hőmérsékletet. Úgyhogy hát nagyon drukkolunk, hogy nehogy aztán tüdőgyuszi legyen ebből. Úgy járjon, mint Nemecsek, hogy háromszor kell bemenni a vízbe. Bizony. Már meg is jöttek az állatvédők, hogy kimentsék a kócsagot a hideg vízből. De azt nem engedem, hogyha bármi történik vele, kisbetűvel írjátok be a nevét, jó? Az övé. Az, hogy Bachmann kisbetűvel, az nincs. Csak nagybetűvel. Nagyjal van írva. Csak nagybetűvel írhatjátok. Aki ennyi hittet rágott, mint ő. Nagyon jó, és mutatnak ilyen, kerületbe kisbetűvel. Mutatnak ilyen totálokat a fodrozódó Balatonról. Hát szép egyébként. Jó, gyerekek, a szezonban sincs még 4-8-kor nagyon sok mindenki a vízben. Az ott Zsuzsi. Hát itt nem lesz nagy dekoltás. Zsuzsi is dacol a széllel. Nem baj, jó ez. Nincs annál magányosabb, én csináltam minden bejelentkezést, míg az RTL-nek volt egy reggeli, voltam ilyen társműsorvezető. A rohadt szar érzésem, egyébként, amikor ott vagy a parton, fúj a szél, senki nincs, el kell játszanod, hogy nagyon-nagyon jó idő van, őrületesen élvezed a balatoni kitelepülést, és néha mögötted egy ilyen cigarettát söprő, ilyen takarító, így átmegy unottan nagy kabátba, sapkával, tudod, rád, mit csináltok itt? Tehát azért ez nem egy könnyű élethelyzet. Na mindegy, csak drukkolunk. Nem baj. Túléljék. A lényeg az, hogy szerdától jó idő legyen, mert szerdán ugye alsős, csütörtökön pedig Sárvár. Gyógy és wellness fürdő. Bizonyám, gyógy és wellness fürdőben vagyunk. A sárváriak biztos tudják a címet, mert hogy Kata is kérdezi, mikor lesztek Sárváron, jó a műsor. Csütörtökön leszünk Sárváron. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy 10:30-ig, vagyis amíg mi ott vagyunk, viszünk magunkkal egy jó nagy ingyenes belépőt, vagyis addig bárki ingyen bejöhet. Nagyon szívesen, gyertek. Vadkert utca 1. Az a szó, amit kerestek, a köszönjük. Valaki megköszönte SMS-ben, azért nagyon szívesen. Jól mondja Jani, az a szó, amit kerestek, a köszönjük. Nem, tényleg ez egy jó dolog, 10:30-ig az egész család bejöhet ingyen, jöhettek nyugodtan, és ott leszünk. És akkor néhány mondat az alsóőrsi kitelepülésről, hogy mi is történik, hogy történik, miként történik, s miképpen történik, mikor történik pontosan, hogyan. Alsósan ennyi. Hol. Kivel? És milyen körülmények mikor? Között? Milyen szállítójárművel? Nagyon fontos például, hogy a szállítójárművek sorát néztük végig, de mi egy balatoni kompot választottunk, amelyre 6 óra 10 perckor tudtok felszállni. Siófokon. Hoppá! Így van. Siófokon, mert onnan megyünk át. Na de várjál, nem olyan egyszerű a dolog. Ugye? Hát nem, hát ez egy külön szakma. Nagyon bonyolult. Hát például én nem vezethetnék, te vezethetsz. Én csak utazhatok, és integethetek a parton állókra, akik későn értek oda. Na, szóval, hogy mi történik? Június 4-én szerdai kompozás. Legyen ez. Kezdjük így a napot. Tetszik, jó program. Mondom, hogy mi történik. A Morning Show teljes stábja 5:45-kor és 25 kőkemény motoros kísérletében. De durva lesz. 25 kőkemény reggel motoros. 6-kor a motorosok milyen kemények. De nagyon de kemény. De 25 kőkemény lesz, vagy csak 24? Felszáll a Széchenyi kompra. A Bahar telepején. Azt a mindes. A Bahar telepején szállunk fel. Baharta meg. Azt a minden. Krúdi Sétány 2. De ezt nem kell tudni. Most már tudjátok. Felejtsétek el. Bzz. Na de várjál. Nem ezeket a droidokat keresik. Nem. Na most ezt hallgass. Nem ezeket 25 a kőkemény motoros kísérletében felszállunk a Széchenyi kompra. Várj. Motoros. A Bahar telephelyén Siófok Rúdi Sétány 2. Igen. 6 óra 10, áthajózunk a siófoki hajós állomáshoz, Siófok Rúdi Sétány 2. Hova hajózunk, ha ott szállunk? Jó. Hát menjünk egy jó nagy kört. Mindegy. A lényeg, hogy 6 óra 10-kor felveszünk azokat,
akik velünk akarnak tartani a kompon, Tihanyik! Hányan jöhetnek Tihanyik? Hát a stábbal együtt lehetünk egy 100-120 körülbelül. De ebből 25 ki? A kőkemény motorosan. Úgyhogy autóval nem lehet majd felszállni, és lesz a kompon egy élő huligánsz koncert. Kőkemény? Olyan kőkemény huligánsz koncert, hogy bepisültek majd. És egy tömegverekedés is 25 kemény motorossal. Tehát átmegyünk Siófokról, átkomponunk Tihanyba. Bizonyám. Az mennyi, ez 20 perc? Nem, hát ott hajózgatunk, jövünk megint. Leszállunk, ugrálunk, indián fejesek, csobbanunk, Jani mesztelenül húzatja magát a komputánál. Popsin, így van, megpróbál kiállni sarkkal, de nem fog tudni kiállni sarkkal. És 9 óra körül kikötünk majd Tihanyban, mindenki elhagyja a kompot, nagyon fontos, ez nekem minden van. Mindenki elhagyja a kompot, és az aszfalton folytatjuk az utat a halsúlyos. De jó, na de várja, mi van azzal a 80 emberrel, aki gyalog velünk ön, tehát aki nem mi vagyunk, és nem a kőkemény 25 motoros, és nem a huligánsz. Ufo Zsolti erre azt mondanám, de jó kérdés. Ugye? De erre már csak az ügyvédelmi ellenérítében válaszol. Így van, nagyon jó a kérdés, látom, figyelsz, mondaná ez Zsolti. Visszaviszi. Hát ez már a visszajutás alternatív. Siófokra 20 fő tud visszamenni a Magorral. Magor. Ez a komp, gondolom én, ez a Magor. Aha, nem, ez a kísérőhajó a Magor. Ez a kísérőhajó. Nem Hunor testvére? De, igen. Hunor Zalán Zoltán, Magor. 60 fő a tündenosztalgia hajóval. Szép. És a Széchenyi komppal a Szántódi révhez is vissza lehet jutni, tehát visszajutás három fajtaképpen lehet. Atya úristen, hát ez kicsit durvább, mint a D-nap. Hát a normand partra szállás, öcsém, hát ennyiféle hajóval, ennyiféle vízi járművel gyakorlatilag csapást mérnek a déli partra. Ez döbbenetes. Ez döbbenetes. És aztán ott van ugye a csütörtöki sárvári kitelepülés, ahol az agglomerációból, Sárváról mindenkit várunk szeretettel, mert hogy Sárváron se nagyon jártunk még. Ugye? Kitelepülni nem voltunk. Nem, egyszer sem. Úgyhogy szívesen találkozunk a sárváriakkal is. Na most mi a bajod? Semmi. Ahogy csak azt akartam mondani, hogy Vatkert utca 1. Az melyik? Az már a Sárvár. Ja, az a Sárvár. Valaki azt mondja, Mahart will go on. De jó. De ez már jó, Mahart, vigyázz. Ez lesz a szerdai jelmondatunk. És jó? Köszönjük szépen. Mahart will go on. Ne sérd már meg őket, ők bahartosok. Igen, balatoni. Balatonia. Ó, hát most Mahart, testvércég, nem? Akkor Mahart will go on. Mahart will go on. Nagyon jó. Őrület. És a kompajd jön, megy ott 7-től 9-ig leföl. Itt fogunk rajta csinálni. Megnézzük egy huligánsz koncertet, és mert a fiúk lendületét reggel 7-kor az egy 2 dal lesz. Barátkozunk a 25 kőkemény motorossal. Szia, ez a te motorod? Mi csak a kis kicsim a utcáig, nem lehoz szóra bele. Hozzá belejét. Nem ilyen elkolakató. Fölhajítalak az apátsági kis haver. Ez egy csopper. Anyára csopper, köcsöm. Ez egy Harley, te gyökér. Hát jó, van valami, szépen barátkozunk velük. Na! Viszel egy kört. Hol itt a kompot? Te hülye parom, kis maradj. Takarodjál már egy lalám, egy húzzál lángosé. Ha majd a popsid az enyém lesz, majd akkor nem lesz elég jó kedvű. Hallod, hogy komoly, jobb engém zsírozunk mindenhol, a komoly majd nézzen. Na, nem ilyenek a motorosok, tehát lehet jönni nyugodtan. Na gyerekek! Most mi van ezzel a Sony játékkal, ez még megy? Mert én már rá voltam gerjedve, hogy ma fődíjat sorsolunk. Gyors egy ilyen motor. Ne taperold, kis köcsög. Hallod, még egyszer hozzá jussz, most már tényleg eltöröm kezed lábad, kitépem a lábad, ez beállt a zsajajodba. Ha lesz még benne hely Józsi egy után. Ha Józsi után lesz csak hely különösképpen. Ja, mondjuk így, akkor már konygatják bele, nem csak a delet, hanem érted, még egy kajácsai bisét is. Figyeljetek, most nem most sorsoljuk a Sony játékot, hanem 10-én? Tizedikén. Olyan sorsolós hangulatban voltam ma már. Akartad adni. Mi a 4K-t? Így akartam adni a 4K-t, de akkor még mindig küldhető a foci BB. Majd a Csabihoz, ugye? Nem hozzánk, 10 után kell küldeni a foci BB-t, és valaki nyer egy brutális 4K 6Y T10-szer. T1000. Ha most gyakorlatilag full csúcs technológiát képviselő televíziót. Igen. Utána néztem a hétvégén. Minek? Bementél egy ilyen? Nem, megnéztem, hogy mikor fogok én majd ilyet vásárolni, úgy tervezem, hogy 2060 körül. Egy használtat. Igen. Egy nagyon leértékelt vaterá, majd megpróbálsz magadnak szerezni. Jó, hát nincs ezzel baj. Jól van, szóval az 10-én sorsoljuk, úgyhogy 10 óra után lehet még küldeni
azt, hogy foci VB. Jó, és akkor ma is van nyertes, napi nyertes, úgyhogy így akkor ez rendben van. Jó idő lesz, gyerekek, itt írják, hogy viharos lesz a Balaton szerdán, de nem lesz. Huligánsz rajongók, figyelem, az még fontos, hogy tessék oda jönni időben, mert hogy aki ott sorban állás lesz, és az első 80, az első 100 ember tud felszállni majd a kompra, ha most odajöttök 300-an, azért abban benne van, tehát úgy gyertek oda, hogy benne van, hogy nem biztos, hogy mindenki fölfér. Ha valakit meg akartok majd lincselni, mert nem fértek föl, ők mindenféleképpen a zenekar tagjaiból kerüljenek. Mindenféleképpen a zenekar tagjaiból kerüljenek majd ki, jó? Úgyhogy lehetőleg őket lincseljétek majd meg. De tényleg érdemes. Ezért a felős az ott az a nyakig tetovál. A TV ott a gitárral a bőgővel a kezébe. Érdemes a Krúdi sétány 2-höz kijönni időben. Olyan időt mond szerdára, hogy megőrül. Milyen időt? Na, de mondd el, hogy milyen időt. 24 fok a ragyogó napsütés, majd délután reggel 13. Igen? Aha. Na. Figyeljetek, én követem ennek a fiatal fiúnak a sorsát, aki ugye elsétált ezzel a 25 millió forinttal. Érdekel, hogy egyrészt mi lesz a dologból, kettő nagyon érdekes dolgok derülnek ki, és hogy hát ha van valaki, aki tud nekünk a kis bozontos kis fejecskénkben egy kicsit sövényt vágni és eligazodni, hogy mégis, hogy van ez? Hogy egy ilyen ember, akiről most egy szakértő, és ez tök komoly, megállapítja, hogy... ugye nem képes arra, hogy fegyvert viseljen, és értelmileg, szellemileg egy 15 éves gyerek szintjén van. Téged néztük, semmi. Jön üveges tekintettel, és mondtad, nézd már, hogy mindenre rábólintottál. Nézzek egy dokumentumot, aminek az a címe, hogy fegyvertartási engedély megszerzése. Aha. Próbálok meg jönni. Készülni. Jönni ezerre. De hogy van ez? Hogy valaki ilyenkor rájön, hogy ez a fiú nem is kaphatott volna fegyvert, majd azért bőszen elkezdik emlegetni, hogy ugyan már hát két lépcsős az a rendszer, aha, amiben ugye elvileg kiszűrik, hogy kikaphat fegyverviselési engedélyt. Ez a fiú egy 15 éves gyerek szellemi szintjén van, visszamaradott, kevésbé kommunikál, infantilis, annyi minden rosszat írtak róla, hogy nem is értem, hogy egy dolog, hogy bízhatnak rá ennyi pénzt. De hogy tulajdonképpen ez nem szól másról, mint hogy bemész, meg akarsz-e ölni valakit? Nem. Eszedbe jutottam el, hogy gyilkolnál? Nem. Néztél-e már mérgesen a szomszéd lakóra? Nem. Ne, érted? Itt a fegyver. A felvétel eredeti volt, egyébként ez nem a Feri. Szóval, hogy érted, hogy emberek, akik fegyverrel rohangálnak körülöttünk, azt gondolná az ember, hogy valamiféle komolyabb biztosítási rendszeren kell, hogy átmenjenek. Most ezt úgy értem, hogy pszichológusok, szakemberek, profi kérdőívek, profi szakemberek szűrik ki, hogy kinek a kezébe adhatnak fegyvert. Hát itt a legfontosabb szempont szerintem az, vagy az volt az ő esetében, akiről ugye te is elmondtad, és hát tudjuk, hogy antidepresszánsokon élt idézőjelben, vagy legalábbis fogyasztott ezeket így előszeretettel, sajnos, mert hogy az ő kedélyállapota meglehetősen hullámzó volt. Szerintem a legfontosabb szempont az, hogy itt egy orvosi vizsgálatnak ezt a bizonyos fegyvertartási vizsgát meg kellett előznie. Hát nem? Orvosi vizsgálat volt, csak ott futni kellett, tudod, azt meg tud. Igen, érte? Csak hogy az valószínűleg... orvosnak neked el kell mondanod, illetve valószínűleg, mit tudom én, vérvétel, stb. Ilyen kis labor, nagy labor, biztos megelőzték ezt a dolgot, de meg el kéne mondani. Benne, de abban nincs a szellemi képességeid vizsgálata, tehát ő kap egy kapit papírt de ilyenkor. Az antidepresszáns az egy gyógyszer, tehát hogyha hát rendszeresen fogyasztasz ilyesmit, akkor azt neked el kell mondanod az orvosnak. Te kapsz, amikor ilyen felvételizel ilyen helyekre, te kapsz egy papírt, egy nyomtatványt, amit el kell vinned az orvoshoz. Az orvosnak nem biztos, hogy kötelessége megkérdezni, uh-huh, hogy aztán Sanyika, maga biztonsági őr lesz-e fegyverrel? Hadd kérdezzek. Az antidepresszánsokat, azokat nem az ő orvosa írja fel? Hát de az egy másik azok orvos. Vényre kaphatók? Valószínűleg az egy másik. A üzemorvoshoz ment, hogy hívják okolni erre a vizsgálatra, és egyébként az antidepresszánsokat meg egy azt másik meg egy másik orvos írta föl neki? Igen. Sőt, az is megvan egyébként, hogy mondjuk ő 18 évesen kezdett el ilyeneket szedni, aztán az orvos azt mondta, hogy 19 éves, Sanyika, most már nem kell szedni a gyógyszert. Igen, ám, de ő akkor már annyira rákattant, hogy más helyről szerezte be a gyógyszert. Érted? Tehát 100 ilyen lehetőség van. Az orvos, amikor te odamész, nem biztos, hogy tudja azt, hogy neked mire kell az egészségügyi vizsgálat. És akkor volt kis labor, nagy labor, futtatták egy kicsit ilyen EKG-val, meg mit jó, tudom. Ez a hagyományos orvosi része akkor. Mi a helyzet a pszichológiaival? Hát ezt nem értem én sem.
ezt nem értem én se, hogy hogy kap egy olyan gyerek fegyvert, aki egyébként értelmileg egy 15 éves gyerek szintjén van, másnap egyébként, amikor őt már letartóztatják, elindulna dolgozni, fölöltözik, nem is, nincs is számára semmiféle következménye annak, amit csinált. Vissza akart menni másnap, mert igen, hogy ő nem is értette, hogy ő mit követett el tulajdonképpen, igen, hogy ő megy dolgozni, tehát nincs is tisztában azzal a bűncselekmény súlyával. És hogy ennek az embernek ott lógott egy fegyver az oldalán. Érted? Erről az emberről valaki úgy döntött, hogy nyugodtan viseljen fegyvert. Hát milyen alapon viselő fegyvert? Hogy viselő fegyvert? Mi ez a teszt, amin át kell menni egyébként? Mondjuk hála Istennek nem használt fegyvert. Na, de ez ilyen embereket csak egy hajszál választja el attól, hogy bekattanjon. Most ő nem biztos, hogy az a típus, meg én nem akarok róla semmi rosszat mondani. Engem maga a rendszer érdekel, hogy és én elhatározom, hogy biztonsági őr leszek, egyébként otthon nem tudom, dédelgetem azt, hogy megölöm a szomszédot, kicsit okosabb vagyok az átlagnál, kitöltök egy tesztet, kapok egy fegyvert, beleeresztek valakibe hármat egy gyors étterembe, aztán föladom magam, nehéz, és fegyverhez jutottam. Hát azért ezek olyan defektek, amiket azért észre kellett volna, hogy vegyen valaki. Ez nagyon vagy nehéz ügy. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen biztonsági cégnél, egy ilyen aranka kiosztja a tesztlapokat, tessék, ki az, aki fegyveres biztonsági tesztlőt, mindenki felhívja, ezt a tesztet töltse már ki, ne puskázzon, ne nézze a szomszédját, kitöltött fél óra alatt beadod, azt elbírálják és megkapod a fegyvert. Tehát hogy a fenébe működik ez? Ezt nem is hát nagyon, de azért nagyon... Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy az ember mondjuk, vagy nagyon nehéz ezeket a dolgokat kiszűrni, mert közben is történhetnek például olyan események, mondjuk amik miatt labilissá válik ő érzelmileg. Tehát például, amikor megszerzi a vizsgát, akkor gyakorlatilag minden egyes kitételnek tökéletesen megfelel, aztán mondok, most konkrét példát is mondhatnék, de nem mondok, néhány héttel ezelőtt történt, hogy egy fegyveres testületnél dolgozó úriember magánéleti problémák miatt öngyilkos lett. Na most, ha valaki eljut az öngyilkosság gondolataig már, sőt, ezt nyilván meg is teszi, az adott esetben, hogyha olyan jellegű a magánéleti probléma, akkor nem csak magára, hanem másra is lehet veszély, de másra is veszélyes lehet. Csak itt nem ez a helyzet. De a labilitás az ugye nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet. Itt van egy infantilis kisfiú, aki úgy ment el már, hogy ilyen személyiségzavarai voltak. Tehát ő nem közben lett újra 15 éves, meg nem közben lett újra zavarodott. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy épp elmélyű ember kapott egy fegyvert, majd utána visszament 15 éves gyerek szintjére, és elkezdett ábrándokat gyártani, és PSP-t vett, és nem tudta, hogy kirabol 25 millió. Tehát ez nem ugyanaz a helyzet, ez azért nem él meg. Tehát. Mert hogy itt egy labilis, depressziós, vagy bipoláris depresszióban szenvedő gyerek ment el azért, hogy biztonsági őr legyen, majd kapta meg a fegyvert. Hát ha valaki antidepresszáns, ha valaki depressziós, ha valakinek ez az orvos fölírja, az nincs egy nyilvántartásba véve? Nem tudnak arról, hogy hát te nem kaphatsz fegyvert, hiszen itt van előttem, hogy mit tudom én, te nem tudom, antidepresszánsokat szedsz, labilis vagy, személyiségzavarod van, depressziós, vagy mit tudom én, melyik a sok közül. Érted? Hát nem lehet, hogy 3 éve még ő is normális volt? Nem, nyilván nem. Hát az a baj, hogy az, amit az ember így elolvas róla, itt nem arról van szó, hogy hirtelen bekattant, tehát itt van egy olyan típusú személyiségzavar, amit nem tudsz hova tenni. Hogy működésképtelen akkor a rendszer, nem? Az, de teljességgel. Hát ha ilyen ember is megkaphatja, meg gyakorlatilag bárki, akkor működésképtelen. Vagy nincs fél évente ellenőrzés, vagy évente ellenőrzés? Tehát egy csomó olyan kérdés van, hogy igen, akkor amit te is mondasz, hogy rendben, akkor fél évente kitöltetnek velük egy tesztet, egy évente töltetnek egy tesztet. Hát igen, és hogy ne csak teszt legyen, hanem mondjuk egy szakember, mert ugye a tesztbe azt tűz hát be, amit akarsz. Úgy értem, a szakember persze, hogy kitölti, és akkor utána egy szakember elemzett. Elolvasom, mit mond róla az ügyvéd, hát ez nem is, ő se érti a saját védencét, hogy itt mi a fene történik. Ráadásul ez a rendszer elvileg két lépcsős. Hogy nem hasal el? Tehát az első még azt mondja, jó, ödönke, jó, hát akkor nem, hogy fegyvert kapod meg a kezedbe, hanem menjél vissza az iskolába, szépen tanuljál, vagy szóljál apukádnak, aztán majd utána gyere vissza 10 év múlva. Érted? Tehát hogy a fenébe van ez? Azon gondolkodom, hogy a taxisoknál minden nap, amikor kint vannak szolgálatban, akkor többször ellenőrzik őket. Van egy ilyen biztonsági felügyelet, hogy tisztel a kocsit, meg ilyesmi. Azoknál az embereknél, akiknél fegyver van, ott nem kell egy, tehát hogy ott nincs ilyen? Érted, hogy nincs egy felügyeleti szerv, aki látja ezt a csávót egyébként nap mint nap kimenni, kicsikét így megzakom, vagy PSP-t kéne vegyek. Hát igen, de ott már ugye egy szakembernek nem feladata, mert most látás alapján tudod, az már nem lehet megállapítani, hogy ma olyan rossz kedvű, hogy gyere be egy tesztre, hanem hogy fél évente ellenőrzés, évente ellenőrzés. Hát ezt az egészet nem értem. Vagy azoknak a biztonsági technikai cégeknek, mondjuk ez ugye az egyik cég volt, ugye egy négyes van a nevükben, ők külön megbíznak egy embert, és annak kell ezt eldönteni? Vagy egy egységes vizsga van, ahova te bemész, és utána te fegyvert szerzel magadnak? Vagy a cég alkalmazottja, levizsgáztat, pszichológus, és akkor a pszichológus úgy dönt, akkor neked utána lehet fegyvere. Aha. Hogy a fenébe működik ez?
Hát csak kell egy ilyen vizsgálat előtte. Mert tanfolyam van, ugye ilyen fegyver. A tanfolyam az van. Na. Tehát az teljesen és egyértelmű, nem és gyakorlatilag internet... bárki kérvényezheti ezt. Tehát, hogy elmehetsz, és beadhatsz egy kérvényt arra, hogy, hogy adott esetben még akkor is, hogyha nem dolgozol ilyen fegyveres testületnél, mert hogy egyébként lehet belőled, mit tudom, sportlövő is. És tehát... ez nem írja a papír, vagy az internet, hogy mit kell hozzá, milyen egészségügyi vizsgálat kell? Mert az érdekes lehet. Igen, hogy, hogy milyen típusú vizsgálat kell. Jó, ha valaki végzett ilyen vagyonőrit, vagy, vagy nem tudom, mi ez? Mi? Vagyonőri tulajdonképpen. Hát, vagy ha van fegyvertartási engedély, az is jó, gondolom ugyanaz. Ha van fegyvertartási, csak szerintem más, ha te sportlövő vagy, és úgy mész el mondjuk egy ilyen sportlövő klubba beiratkozni, és ott is egyébként egy tesztet kell kitöltened, ami nyilván röhely. De hogy mégis a vagyonőrinél lesz, hogy megy? Tehát hogy kap fegyvert, hány lépcsős volt a teszt? Vagy ha akár esetleg ettől a cégtől jelentkezne valaki, aki ezt a fiút üzemeltette, nyilván nem fog, üzemeltetés képletesen értem, tehát fegyvert adott a kezébe. Jó lenne elmondani, hogy mi ez a két lépcsős rendszer, ami alapján 15 éves gyerekek szellemi szintjén lévő 23 évesek fegyverre rohangálhatnak az úton. Igen, az is lehet egyébként, zajlik ez? Az is érdekes lehet még, hogy egy általános szabályozás vonatkozik mindegyikre, és ezen túl ők nem is szigoríthatják meg a saját hatáskörükön belül ezeket a szabályokat? Igen. Mert simán lehet, hogy mondjuk van egy ilyen vagyonőr céged, és adott esetben azt mondod, hogy fél évente legyen egy olyan pszichológus, mindenki látogasson el hozzánk, és vizsgálja felül egyébként a szellemi képességét, nem a szellemi képességét, a szellemi állapotát, vagy lelki állapotát az alkalmazataink. Igen, az érdekes, hogy én például szülő vagyok, vagy láttam, hogy a gyerekem mondjuk 18-20-25 éves ilyen labilis, mert ugye azért ennek jelei vannak, tehát már szülőként sem engedném, hogy fegyverrel az oldalán rohangáljon, nem? Hát felmerülne bennem a kérdés, hogy jó munkát választott a gyerek magának, igen, amikor számára. Látod rajta, hogy zárkozott, hogy teljesen máshogy viselkedik, hogy szociálisan teljesen máshogy reagál bizonyos dolgokra. Rossz kedvű életunt mogorva, és akkor ott van az oldalán egy fegyver. Ha már csak azért is, mert szülő vagyok, mert aggódom a gyerekemért, már azért is kíváncsi lennék rá, hogy ez mennyire jó-e. Igen, szóval senki ne a tanfolyamot írja meg nekünk most, az nagyon-nagyon fontos. Nem a tanfolyam a kérdés, hogy elmegyek én laikusként, és akkor sportlövő leszek egy sportlövő klubba, mert az inket most nem érdekel, hanem a nyilvántartási rendszer és a vizsgáztatási rendszer. Az, hogy megy önmagában, az ilyen vagyonőröknél, hogy kap valaki fegyvert. Jó? 555-55-00 a telefonszám, ha valaki ebben a témában hozzá tud szólni, akkor hívja már fel Annát, és akkor adásba tesszük a hírek. Után 7:30, itt vagyunk mindjárt. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy kaphatott fegyvert, ugye az a fiú, akinek komoly személyiségzavara van, és a gondolkodásában egy 15 éves gyerek szintjén áll. Mégis állítólagosan átment azon a két lépcsős rendszeren, ami ugye arról szól, hogy eldöntse, hogy kikaphasson fegyverviselési engedélyt. Ugye itt tulajdonképpen nyilván most nem olyan szakba akarunk belemenni, hogy fegyvertartási, fegyverviselési, miről szól, az egyiket hazavihetted, a másikat nem, ez ugye szolgálati, tehát ez lehet, hogy fegyvertartási, fölveszed a szolgálatot, fölveszed a fegyvert, hát leadod a szolgálatot, leadod a fegyvert, de tök mindegy, fegyver van nála, ez a lényeg, ő nem viheti, csak tarthatja, ugye a fegyverviselés, amikor ugye hát nálad is lehet otthon. Fegyvertartás, fegyverviselés, és a kettő az nem ugyanaz, így van. Jó, mindegy, a plázában, ha te sétálsz a gyerekeddel, és ő 25 millióval megy, és ott te valamit beszólsz, akkor ugyanúgy lő le. Igen. Tehát, hogy ne, az tök mindegy. Igen, a tartás, amikor otthon van, de az megint egészen más. Jó. Az megint egészen más. A sportlövő klubokban csináltatod meg, de arra más szabályok vonatkoznak. De mégis arról beszélgetünk, hogy állítólagosan ez a rendszer, ez iszonyatosan szigorú. Aha. És hogy hú, de durva. Aztán közben pedig rengeteg SMS szól arról, hogy mindenki átmegy, meg könnyű megszerezni, és személyiségű zavaros emberek rohangálhatnak fegyverrel az oldalukon. Számomra teljesen értetetlen módon. Van egy hallgatónk itt a vonalban, Laci, hello, jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok! Szia. Hello, Laci! Laci, mi újság? Egy másfél év körül raktam le ilyen tanfolyamot, de tudjátok, ez az elején indul, hogy ugye vagyonőrnek lehet munkája is tanfolyamon ugye lerakni. Igen, tehát... És akkor És akkor ezt csináltad meg, a vagyonőrit akartad megcsinálni? Hát csak úgy pluszba persze, hogy legyen meg az a kártya. Mondom, hát ha tudunk valamit kezdeni vele. Uh-huh. De ugye nem lehet, mert ugye olyan kevés pénzt fizetnek. Tehát ez az első probléma szerintem. Hogy ugye nem lehet, normális emberek nem helyezkednek el. Tehát én is leraktam ezt a tanfolyamot. Na most úgy képzeljétek el, hogy ugye van egy tanszer. Hogy érted, hogy normális emberek nem helyezkednek el? Hát mert hogy 500 forintot kapsz, gondolom, óránként. Igen, igen. Tehát hát most havi 50-60 ezer ér, meg 70 ezer ér. Tehát nagyon kevés ember. Tényleg az már nagyon-nagyon rászorul, aki elmegy nagyon. Laci, kellett fegyvertartási, vagy viselési, bocsánat, viselési engedélyt szerezned a tanfolyam alatt?
figyelj, utána kell, de az annyiba kerül, hogy egy 10 perc, vagy 20 perc. De mi történik? Az a lényege, hogy befizeted azt a pénzt, és akkor meg lehet a fegyvervizsgát bárkinek. Aha. De úgy képzeld el, hogy a tanteremben, amiben voltunk, ugye van mondjuk 30 ember, és akkor ugye te tanulsz rá, mintha rendesen iskolába járnál, és akkor ott a 30 emberből 28-nak ott helyszínen semmit nem adnék a kezébe, még papírt se. Tehát úgy képzeljétek el, hogy olyan, hogy nem tud megülni, akkor beszélget, beszól a tanárnak, és akkor látod rajta, hogy nem komplett az őrge, teljesen másról elkezd beszélgetni, hogy a kutyája így, meg így van, meg amúgy, meg ilyenek. És ezek az emberek, ezek mind azért ülnek ott, hogy nekik fegyverük legyen majd. Igen, aha, igen, mert ugye ez mondta, hogy ő fegyveres, kutyás, őr akar lenni, meg ilyen hülyeségek. Hát mondom, szerintem semmit nem szabadna odaadni. És akkor, mikor eljön a vizsgai időszak, ugye akkor kiderül az egészről, hogy te tanulsz, megtanulsz mindent, bármit ugye kérdeznek, én tudom, de ott van az ikulájt, ugye, aki fogalma nincs az egész, azt se tudja szerintem, hogy miért van ott. És miről szólt és a teszt? Akkor... Tehát mit kellett csinálnod? Tehát volt 10 darab kérdés, 20 darab kérdés, 50 darab kérdés, hogy miről, mit kell csinálni? Nem, figyelj, amúgy komolyabban meg kellett tanulni azért egy könyvet. Uh-huh. Rendesen, és ott le volt írva a jogosvédelmi helyzettől kezdve akármi, tehát azt azért meg kell tanulni szerintem. De volt egy pszichológiai teszt is, volt egy elbeszélgetés, bármilyen? Vagy csak megtanultál dolgokat, az bárki meg tudja tanulni, hát még nem biztos, hogy épp elmélyű. Igen. Hát nincs úgy igazán szerintem. Tehát nincs úgy igazán. Aha. Érted? Mert hogy orvosi vizsgálat, oké, ilyesmi, de hát az nincsen, hogy egy pszichológus ugye elmenne megnézni ezeket. Mert de legalább érdemes. Pszichológiai tesztet azt írtatok? Hát lettek írva dolgok, de... Aha. Olyan kérdés volt, hogy megfordult-e már-e az ön fejében, hogy valakit lelőjön? Ilyen kérdés volt benne? Nem. Ilyen nincsen. De gyerekek, ez totál nonsensz, ha belegondoltak. Hát, tényleg, hogy pár ezer forintért bárkinek ebben az országban lehet fegyvere, gyakorló elmebeteg idióták, vagyonőrként, nem vagyonőrként rohangálhatnak úgy fegyverrel, hogy beülnek egy tanterembe, rihegnek, röhögnek, kitöltenek egy tesztet, és utána megkapják a fegyvert. Hogy van ez? Hát milyen hülye rendszer ez? Hát miért nem ellenőrzi ezt valaki jobban? Hát ez a fiú is, hogy az Istenbe lett ennek fegyvere? De tényleg. Aztán majd beleenged egy sorozatot valamelyik rokonodba, akkor meg mindenki nagyon felháborodik, hogy hú, hát hogy lett ennek az embernek fegyvere? Hát miért nem most ellenőrzik, hogy miért nem most akadályozzák ezt meg, hogy gyakorló elmebetegek, most nem csak róla beszélek, vagy nem róla beszélek, hanem egy idióták kapjanak fegyvert, akik beülnek és fél órán keresztül rihegnek, röhögnek. Nem? Hát hogy van ez? Hát kemény, hát elviekben ugye ki kéne szűrni egy szakorvosnak, ez elviekben meg is van. De nincsen, hát hallod, hogy nincsen, semmi. Hát azt orvos mondja, hogy nincsen, nincsen, hát igen, ez a bajom, hogy nincsen. Tehát, hogy egy elviekben a fegyverismereti vizsgához hozzátartozik egy pszichológiai teszt is, meg egy orvosi vizsgálat is. Hát igen. És akkor te megcsináltad ezt a tesztet, és megkaptad a fegyvert, vagy megkaphattad volna? Én megkaphattam volna, de engem nem érdekelt, mert én utána ugye el akartam helyezkedni. Aha. És ugye, hogyha kell fegyvervizsga, mondták, hogy az annyi, hogy egy 20 perc alatt megvan, mondom, azon nem múlik. De ugye, mivel nem találtam normális helyet, hanem 50-60 ezer forintos havi fizetésért, de aztán őrizzed a dolgokat, meg stb., hát annyi nem megy el az ember. Hát nevetséges. Nyilván alul fizetett a dolog, persze. És mennyit kellett befizetned? Mert ez az én olvasatomban jelen pillanatban nem szól másról, azért van X lépcső, hogy akkor az ember befizessen, ha van pénze, akkor lehet fegyvere. Mennyibe került 30, ez neked? A tanfolyam maga olyan 30-50 ezer forint körül volt, úgy emlékszek már. Ugye utána, hogyha fegyverzsvizsgát teszel, az megint 20 ezer forint. Ugye most van az a különbözeti vizsga, amit ugye mindenkinek előírnak, az vagy 15 ezer forint. De ezeknél úgy van, hogy nem számít, hogy te milyen vagy, milyen az IQ-t, meg mennyire vagy elmebeteg. Az a lényeg, hogy fizesd be a pénzt, és kész. Aha. Ennyi. Tehát semmi, de ez így van, hát. Nem és közben van orvosi vizsgálat? Mert azt írják azért sokkal, hogy közben van, tehát x évente neked utána a fegyverrel el kell menni orvosi vizsgálatra. Biztos. Aha, szerintem tudom, mert nyilván nem mentél. Nem. Oké, Laci, köszi, hogy elmondtad, köszi, ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Nos, ez azt jelenti, hogy nekem van pénzem, és én mondjuk kezelés alatt állok, de az nincs feljegyezve, nincs regisztrálva. Mondjuk okos vagyok, és ki tudok tölteni úgy egy nyomorúságos 40 kérdéses tesztet, hogy a katonai vizsgálaton is ki tudtam tölteni úgy a tesztet, hogy megállapítsák, hogy gyakorló elmebeteg vagyok, és ne nagyon kelljen, mert ott meg direkt így töltöttem ki a tesztet. És mondjuk okos vagyok, és átlátok a kérdéseken, akkor nekem 30 000 forinttal gyógyszeres kezelés alatt egyébként pillanatokon belül lehet fegyverem?
Igen, gratulálom. Úgyhogy nekem mondjuk van egy kezelőorvosom, úgyhogy ez nem fut össze egy számítógépbe, úgyhogy arról senki nem tud, hogy engem hol és mivel kezelnek éppen. Én 5 perc alatt szerezhetek magamnak anyukám 50 ezer forintjából egy fegyvert. Nem. De hát ez derül ki. Nem, mert a fegyverismereti vizsgát, ezt megelőzi egy 2 napos felkészítés, a képzési idő az 15 óra, van külön egy teszt, kitöltés, és van egy orvosi vizsgálat is. Tehát, hogy azért ez egy picit akkor komplexebb. Akkor Laci miről beszélt? Hát egy picit komplexebb azért ez a dolog annál, mint amit ő leírt. Aha. Tehát nincs ilyen 20 perc alatt meg, hogy hívják, meg kitöltök egy tesztet. Van egy fegyverismereti vizsga, ami független a vagyonőri tanfolyamtól egyébként, amit szintén meg kell csinálni, és a vagyonőri tanfolyam ez egy másik téma. A fegyveres méreti vizsga itt van előttem, golyós, sörétes és maroklő fegyver használatához képzési idő 15 óra. Uh-huh. Van előtt egy 2 napos felkészítés. Szerintem te más nézel, te azt nézed, hogy milyen, amikor az embernek lennie kell fegyvernek. Tehát én laikusként bemegyek, és én fegyvert akarok. De te most a vagyonőrit nézed? Ez a vagyonőrihez kapcsolódó, mondom, golyós, sörét és maroklő fegyver használatához, ezt mindenkinek el kell végeznie, akkor is, hogyha vagyonőr akar lenni, akkor is, ha vadász nyaka. Tehát van egy fegyverismereti vizsgát, mindenkinek el kell végezni, aki bármilyen szinten fegyverhez akar jutni. De milyen pszichológiai vizsga van, ha én nem vagyok nyilvántartásba véve, hogy én mondjuk gyógyszerkezelés alatt állok, gyógykezelés alatt állok? És én ki tudom tölteni ezt a tesztet, ha ez a fiú hát átment, milyen komoly vizsga van? Tehát milyen komoly vizsga az, amikor egy ilyen ember átmegy? Tehát én nem tudom, hogy te mit nézel, biztos, hogy így van, de a gyakorlat és az SMS-ek meg nem ezt írják. Tehát, hogy ha ez az ember itt fegyvert kaphatott, akkor mi az a vizsga, amit te nézel, Jani? Mondd meg nekem. Én értem, hogy te mondod, csak a gyakorlat nem ezt mutatja. Figyelj, a tanfolyamokhoz ez a fegyveres méretű vizsga, ez hozzá kapcsolódik. Érted? Hát az nagyon komoly vizsga lehet. Akkor az aztán őrületesen komoly vizsga lehet, ha Laci bement és fél óra alatt szerzett egy fegyvert. Szerintem ez totál nonsense. Mint hogy egyébként az is, hogy ez nem fut össze. Tehát ez nem fut össze, hogy nekem van egy öngyilkos hajlamom, engem kényszergyógy kezeltek, én egy évig pszichoterapeutához jártam, egy kül után meg kitalálom, hogy én akarok fegyvert, bemegyek, és senkinek nem tűnik föl, hogy nem, hogy fegyver közelében nem mehetnék, érted? A vizsga közelében. A vizsga közelében nem mehetnék. Milyen elmebeteg, egy rozzant, egy beteg rendszer ez? Hát ez a jelentkezésnél azonnak ki kéne dobja, hogy Sebestyén úr maga gyógykezelt, viszontlátásra. Nem komplexebb, minden hülye átmegy, itt egy SMS. Aztán egy másik a fegyverizsgáló kapcsolatban olyat mondok, hogy besírtok, hívjatok Balázs. Nyugodtan beadhatjuk még egyébként, nem tudom, hogy miért nem adjuk be. Azért fontos, hogy két lépcső legyen, hogy mindenki többet tudjon fizetni a sikeres vizsgáját. Ez megy mindenhol. Én egyszer elmentem, és tiszta gáz volt, hogy amikor megkérdezték, hogy kinek van érettségie, 50 emberből csak én raktam fel a kezem. Ez most még egyébként nem jelent rosszat. Semmilyen plusz szűrés nincs ennél a cégnél a vagyonőri vizsgára. 13 évig ott dolgoztam, írja nekünk Attila. Ennél a cégnél nincs semmilyen teszt, semmi szita, írja egy másik hallgató. Egy szállítólevelet alá tud írni, és jöhetsz, bármennyire is debil vagy. Csak az a baj, hogy ezzel a kevés normális kollégát is minősítem, de ez az igazság. És már is viheted a sok-sok milliót. A Ricsi volt kollégája vagyok, ne hívjatok, mert még most is itt dolgozom. 100 000 forintért, ezért mondta azt a hallgató, hogy normális ember ezt nem vállalja. Tehát 100 000 forintért teszed kockára az életedet. De hogy ezt is írja, hogy itt sincsen semmilyen plusz vizsga, meg semmilyen plusz szűrés ennél a cégnél. Tehát ez totálisan nonsense, ebbe belegondolunk. De csinálhatsz például cégként egy külön utat, érted? Tehát lehet, hogy mindenkinek igaza van, amit Jani mond, hogyha te hivatalosan akarod, akkor egy évig jársz pszichológiára, vagy valahova, és lehet, hogy ez a cég azt mondta, ez csak feltételezés, mielőtt a cég ideáll egy autóval, hogy azt mondta, hogy gyerekek, mi oldjuk meg egyszerűbben. Menjél be, 20 perc van pisztolyod, azt hajrá. De ha ilyet lehet, akkor érted, akkor bármit lehet. Igen, abszolút. Az is érdekes helyzet, hogy például lőnöd kell egyszer valaha ezzel a fegyverrel. Kipróbálnak-e valamilyen helyzetben? Beküldenek-e valahova, vagy csak megkapod, aztán kész? Tehát ez az egész rendszer szerintem nagyon érdekes, hogy ez így működik. Pszichológiai teszt van, amit évekre adnak, 3-4-5 évre. Egyszerű teszt, körülbelül 1 órás. Na. Bárki meg tudja csinálni. A nagybátyám skizofrén, simán megkapta a fegyvert vizsga után. Ugyanúgy ennél a cégnél végzett, írja egy másik hallgató. Aha, érdekes. Tehát azért érdekes, hogy ez a hogy a fenében működik. Na mindegy. Jó, most még hozzászól, vagy? Hozzá. Balázs itt van velünk, hello Balázs, jó reggelt. Te mit csinálsz, hello, csak hogy tisztálásunk, hello. Autóba ülök éppen, nem így kérdeztem. Ez abszolút, ez fegyvervizsgával kapcsolatos. Vadászni szeretek, meg vadászok is. És akkor jelentkeztünk egy tanfolyamra,
ott meg volt minden, végülis a vadászvizsgával kapcsolatosan, és akkor utána kellett csinálni egy fegyvervizsgát, ami hozzátartozik a vadászati léthez, és elmentünk egy helyre, ahol egy sportcsarnokba végülis ültünk nagyon sokan. És hát okítanak minket, az a 15 órás történet volt, amit mondtatok, és hát ült velem szedni egy emberke, és egyszer behalszik. És akkor utána beszélgetünk tovább ott az ismerősökkel, akivel voltunk így a tanfolyamról, és azon megdugom már a lábát, hogy kelljen fel. Jó. De milyen vizsga vagy? Hol voltatok? Bocsánat, te vadász voltál és kellett egy fegyvervizsgát? Micsoda? Nem értem. A vadász vizsgához hozzátartozott egy fegyvervizsga. És azt tettük le külön egy olyan cégnél, aki fegyvervizsgákat csinál. Igen? És ott volt mindenki, aki nem tudta képzelni. És velem szembe jött ez az ember, de volt egy kicsit rúgva, megrúgom a lábát, és akkor kelljen fel, mert annyira horkolt, hogy zengett tőle az egész épület. És utána jött egy papírok, kérdött a személyes adatokat, és akkor látjuk, hogy bóklászik lett a lába között, és végül is nem is ő vizsgázott le, utána kiderült, utána mondta, hogy ő határőr volt, utána minden, és akkor gondolkodtunk, hát a határőrök, de kell fegyvervizsgálat, hogy mit akar itt, és akkor végén kiderült, hogy nem is ő. Aha, te megkaptad a papírt? Én persze, és volt pszichológiai vizsgálat ezen a 15 óra? Ott volt, persze, hogyne, ott volt. Testről voltak a úgymond az emberkék, akik tartották ezt az egészet, és akkor ott hagyna, hogy egy külön elbeszélgetés volt mindenkivel. Aha, tehát külön elbeszélgetés. Csak valaki ment be valaki helyett vizsgázni? Így van, mert együtt voltak este bulizni, és aha, az a valaki kint aludt, ez a srác meg levizsgázott helyette. Aha. Jó, oké, hát ez most nem ide vonatkozott, és ebből sokat nem tudtunk meg, csak hogy valaki helyett valahol, valamilyen vizsgán, valahogy a levizsgázott. Igen, hát a fegyvervizsgát így, ez a marok lőfegyel, sötétes és bolyos fegyvervizsgát letette. És ott Horváth helyett Bélának hívták, és bement kis Józsi helyett, és levizsgázott? Így van, pontosan. Aha. Hát azért... És abszolút kitöltette a... De várja, úgy, hogy ő is részeg volt. Tehát ő úgy vizsgázott le más helyet, hogy ő is részeg. Mire vége volt a 15 órás estére már kiózan az ott, tehát a papír átvételénél már jó volt. Így van, és az ölében volt a papír, kitoltott, és utána senki nem ellenőrizte, hogy most effektíve Kovács Béla ülök ott a vizsgán, vagy nem. Hát ez is elmond valamit, igen. Jól van, köszi, hogy elmondtad, ciao. Nagyon szívesen, ciao. Hello. Hát azért ez is egy nagyon komoly rendszer akkor, nem? Ha így vizsgázol. Na, hát ezért mondom én, hogy bárki megkaphatja. Ezért mondom, hogy nem jó a rendszer. Tehát azért ennek az ügynek nem csak az a tanulság, hogy most PSP-t akart venni, és ú, de jó a Sony-nak, mert mekkora reklámot kapott, nem? Hanem, hogy ilyen emberek rohangálhatnak fegyverrel, és ezt még mindig nem szabályozza senki, aztán majd egyszer valaki bemegy, lelő a gyorsétterem, mint ahogy már volt, nem tudom, 6 embert, és akkor majd mindenki a fejéhez kap, hogy hú, hát tényleg ezt kellett volna szabályozni, meg hú, akkor most majd milyen szigorúak leszünk. Miért nem most? Miért nem egy ilyen rádióműsor hatására szólal föl valaki, hogy valami értelmes dologról is szó legyen a döntéshozóknál, hogy gyerekek, hallottuk ezt a műsort, hallottuk, szigorítsuk meg, hogy nem minden félhülye félbolond kaphasson fegyvert. Nem? Mert a te gyerekedet, a te anyádat, a te nővéredet fogja lelőni. Legalább legyen utána, mit tudom én, 2 havonta egy szűrővizsgálat, találkozzon egy pszichológussal, találkozzon, hogy ne tesztet kelljen kitölteni, hanem szemtől szembe üljön egy emberrel, aki szakember, és tud vele foglalkozni, és ha adott esetben ő úgy gondolja, hogy annak az embernek a lelki állapota az nem olyan, hogy ő fegyvert viselhessen, mert adott esetben másra veszélyes lehet, akkor ne adhassa meg továbbiakban a fegyvertartási engedélyt. Total nonsense. Na jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Péter vagyok. Hello, Péter! Hello, sziasztok! Szia! Péter, honnan hívsz minket? Pár pillanat, az Angyali-szigeten vagyok, Orgás túrán, de ma végzett. Na, hát ilyen jó, nekem neked jó dolgod van. Hát igen, kicsit hűvös van mondjuk. Na jó, de csiripelnek a madarak, lehet haladni. Ezzel bejutna, amit a 4 napos túrád végén gyorsan bedobok egy SMS-t, hát ha én játszom. Igen, jó. Így van. Jó van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Beru néni, figyelj. Ó, hát melegszenek a jó kis szalonnasütés. Az. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Náj, náj, na, 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 náj, na, na, na. Atya. Az. Gatya.
Hát... Mutatjuk még egyszer. Jó, figyelj. Náj, náj, na-na-na. Náj, na-na-na-na-na. Rokkosabb vagy popposabb beállítottságú vagy? Hát elvileg minden elő vagyok, de ez rövid nekem. Ebből még biztos nem tudom. Mutassunk egy hosszabbat? Persze, persze, egy kicsit hosszabbat mondjam. Figyelj, mutatjuk. Náj, náj, na-na-na. Náj, na-na-na-na-na. Már nem tud más, hogy énekelni, csak mulatos. Igen, kicsit mulatodalmas felfogás. Nincs meg, mert akkor megmutatjuk, hogy... Nincs. Ez lett volna. Mutatjátok az eredeti zsíteni. Green Day. Jár minden. Ugye? Pedig nem volt annyira nehéz, de hát az ember nem ismeri, nyilván az. Így van. Köszönöm szépen minden esetről lehetőséget, köszönöm. Köszi a játékot, hát sajnos nincs ajándékcsomag. Legközelebb, jó? Megpróbálod még. Jó horgászatot neked, Péter, ciao. Szia. Hello. 8 óra múlt 2 perccel pontosan jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 17 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Balaton lele 67-es úton trafia kifelé haladókat mérik. M1-es Hegyeshalom felé mérnek a 141-es kilométernél. Semmiféle kocs nincs az M3-ason, és Pécsi Jogi Egyetem fél sáv lezárva, baleset és dugó. Hát most nem lettünk okosabbak igazából. Hát nem, most az van, hogy van szerintem a hivatalos rész, amit a Jani ismertetett, meg ugye nagyon sokan megírtátok. Van a hivatalos rész, és valószínűleg ezen a hivatalos részen van egy kiskapu, amit egy, vagy két, vagy több cég nagyon okosan észrevett, kinyitott, és hát ott lehet kibejárkálni. Kérem. Igen, mert nagyon sokan énekelünk. Tamás azt írja, hogy jó, rossz volt hallgatni a szakember meghallgatása nélkül, mondjátok el, hogy ma hogy lehet fegyvertartási engedélyt szerezni. Felesleges társadalmi ellentétet generáltok. Azért nem értek egyet az ilyen SMS-ekkel, mert egyrészt van a szabályzás. De a szabályzás nem ér semmit, ha nincs betartva. Ha jön 100 SMS nekünk, hogy 20 perc alatt szereztem meg, vagyonőr vagyok, a cég hozzám vágta, aláírattak velem egy papírt, nem kellett orvosi vizsgát, akkor rohadtul nem érdekel, hogy mi a szabályzás, és ezért nem érdekel, hogy mi van odaírva, amit te mondasz. Nem az nem érdekel, amit te mondasz. Jó, tehát igen, csak... Nem érdekel, hogy az van ideírva, hogy 1 órás vizsga, 15 órás vizsga, 100 órás vizsga, pszichológiai vizsga, Csernussal egy élő csapatépítés hétvégén a bükkben. Nem az érdekel, jó. Mert ha foglalkozunk egy témával, és 100 SMS-ből 80 leírja, hogy gyerekek, fél óra alatt kaptam meg azt a rohadmányos papírt, és itt van a fegyver az oldalamon, akkor hiába írja nekem Tamás, hogy rossz volt hallgatni, mert a szabályozás milyen szigorú. Ha az a szabályozás nincs betartatva, akkor ez a nagy büdös helyzet Magyarországon. És betelefonálhat még Tamás is, nyugodtan hívjuk vissza, 284 a vége. Mondja el, hogy mi a szabályozás. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez be van-e tartva, vagy be van-e tartatva, vagy nincs. Ha nincs, akkor megírhatják öten, hogy mi volt ez, amit beszéltünk. Olyan embereket adtunk adásba, akik egyébként elmondták, hogy így kapták meg. Ha ő így kapta meg, akkor csak azt tudja elmondani, hogy így kapta meg. Ha ő végignézte, hogy a fegyverviselésén, tartás ilyen, bármin beült, és egy ember helyette levizsgázott, és nem is úgy hívták, és berúgva ülte végig a tanfolyamot, akkor ez a nagybüdös gyakorlat. Akkor kit érdekel, hogy mi az elmélet? Kit érdekel, hogy mi a jogszabály, ha az nincs betartva? Nem? Hát igazad van. Akkor miért nem? Itt a cégeknek, illetve a tanfolyamot szervezőknek a felelőssége. Ez a dolog. Írják igen néhány, hogy hát, hogy össze-vissza beszélnek. Ha ő ezt így szerezte meg, és ez saját tapasztalat, és még jön ezen kívül 150 SMS gyerekek, tényleg vagyonőr vagyok, utána dobták, a cégeknek kapcsolataik vannak, ilyen-olyan kapcsolataik, bejött valaki, jön egy SMS, a gyerekek, bementem az utcáról, egy óra alatt megcsinálta. Mondták, papír, írd alá, jó van, ezt is orvos látott, nem lát, jó van, majd látott, írd alá, tessék, 100.000 forint, mennyi ott van a fegyvertartás. Nagyon fontos a fizesbe rész. Fizesbe, itt van 100.000 forint nettót, keresel, úgy se jön ide senki, gyorsan megszerezzük neked. Nem egy SMS szól arról, hogy egy óra, két óra alatt meg tudják ezt szerezni. Hát akkor utána írhatja valaki, hogy azok, akiket mi adásba teszünk, az hazugság, mert hogy ez hú de kemény vizsga van. Vagy hát csak nem mindegyik ilyen, tehát hogy azért vannak ilyenek is, nem? Tessék? Hát hogy vannak ilyenek is, nyilván, ilyen cégek is. Nyilván, persze, nem lehet nagyon általánosítani, de itt van egy konkrét eset. És aztán zárjuk is a dolgot. Itt van egy konkrét eset, ami szintén azt mutatja, hogy nem működik a rendszer. Tehát nekem senki ne jöjjön a milyen szigorú szabályozással, ha egy gyakorló elbebeteg 15 éves gyerek szintjére egyébként 25 milliót a hátára vesz PSP-vel és fegyverrel az oldalán vígan besétál egy bevásárlóközpontba, mert ő éppen úgy ébredt föl. Hú, de jó, hát ha éppen úgy ébredt föl, hogy kettőt meg beléd enged, akkor meg majd aztán jöhet a szabályozással, vagy jöhet bárki a szabályozással, érted? Nem? Tehát, hogy én ezért értem, amit mondasz, csak nem életszerű. Hát igen, mert minden annyi tér, amennyit betartatnak belőle. Igen. Visszahívjuk Tamás, vagy nem?
Visszahívjuk. Jó. Na, most a kíváncsiak, még ezt megvárom, ezt a messzünk. Klein Dávid, elérhető? Elérhető, biztos szegény. Jönnek már haza. Hát, ugye, az a 10 napos hazaút egyébként. Az is milyen. Igen. Kicsit lassú a csatlakozás. Na, mi van? Elérhető? Hogy? Nem elérhető a Tamás. Mondjad, Anna. Bocsánat, csak én hallgatóval beszéltem közben, és nem tudom, hogy... A Tamást kéne fölhívni. Jó, oké, már is hívom. Miért beszélünk hallgatóval 8 óra 20-kor? Fú, gyerekek. Na mindegy. Hagyjad, Anna, mindegy, majd visszahívom, beszélek vele, kíváncsi, hogy mit mond. Próbáljuk meg a Klein Dávidot fölhívni. Tűz. Addig egy-két közlekedés ír, jó? Hogy mi a helyzet az utakon? Azt mondja, hogy 10 perc alatt végigmentem az Andrásin. Ez tök szuper. Ez szuper, bringával, gyalog autóval, van-e ott valami... Igen, a Millennium föld alatti vasúta. Igen, föld alattival mondtunk valamit esetleg. Igen, jó, minden esetre jó. Szentendrei út dugó vége befelé a Megyeri híd közepén van. Tudja valaki az okát? Szaki kérdezi, Szaki, ahogy megírják, azonnal mondjuk. Balaton Lelle 67-es úton trafia kifelé haladókat mérik, az M1-es Hegyeshalom felé mérnek a 141-es kilométernél. Pécs-Jogi Egyetem félsáv lezárva, hatalmas baleset, óriási a dugó, trafia az Orci úton, a Nagyvárad tér felé, ezt Levi küldte nekünk, és a Lukai kút után egy sávon halad befelé a Budafoki út, motoros gázolás miatt hatalmas a dugó ott is. Az autópálya 32-es kilométerénél, méghozzá az M6-os autópálya 32-es szelvényénél van egy autó az árokban, de sehol senki. Valaki ránézhetne. Norbicska küldte nekünk. Koccanás a Szerencs utcánál 1 perc, az M3-as bevezetőjénél pont a lámpánál. Pircsi, még nincs rendőr. Ez is ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen. Na, Klein Dávidról mi már beszéltünk elég sokat a múlt héten, és ugye azt most már lehet vele tudni, vagy vele kapcsolatban tudni, hogy nem sikerült a csúcstámadás, nem ért fel újra, szegény most már elég sokat szor próbálkozik. De hogy az időjárás megint közbeszólt, illetve valamit rosszul számoltak ki. Dávidnak hosszú a hazaútja, csak jövő hét közepén ér haza, ezért arra gondoltunk, hogy azt gondoltuk, hogy nem várjuk meg, hanem fölhívjuk telefonon, hogy mondja el, hogy mi történt, és ha minden igaz, már itt is van, jelen pillanatban már Katmanduban, csak itt telefonon. Hello Dávid, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello! Lesz egy kis csúszás a vonalban. Itt vagyunk, Dávid, csak egy kicsit csúszik, egy olyan 4 másodpercet, majd minden kérdés után rá kell számolni. Na, Dávid, mi a helyzet? Katmanduban jelen pillanatban már hazafelé? Így van. A Spárevedet expedíció gyakorlatilag véget ért. Én most Katmanduban vagyok, Nepál fővárosában, tehát átléptük már a kínai határt, és itt várom a csomagjaimat. Na most azt lehet olvasni, ugye, hogy az, hogy nem sikerült, azt nyilván már mindenki tudja, de hogy maga a dolog az rosszul lett kiszámolva, vagy hogy elszámoltátok magatokat, vagy hogy az oxigénes mászók sebességét számoltátok, miközben ti oxigén nélkül másztatok, ezt is lehetett olvasni, hát kérdés, hogy aztán ebből mi igaz, mi nem. Mi a valódi ok, amiért nem sikerült ez a dolog most? Hát kicsit mindegyik mondat hasonlít arra, ami tulajdonképpen történt. Az történt, hogy a csúcsmászás napján én lassú voltam, lassabb voltam, mint amivel számoltam, mint amire számítottam, és Ang Ningma mászótársam, aki ugye oxigénpalackkal mászott, ő 2 palackkal szeretett volna mászni, 1,5 literes áramlási sebességgel, ez az oxigénnek az áramlási sebessége percenként, és az egyik palackja rossz volt, úgyhogy végül ahelyett, hogy 24 órája lett volna 1,5 literrel, ehelyett 1 literre lecsavarta a maradék 1 palackját, és így 18 órája volt, de ugye már 15. óránál tartottunk, és még legalább olyan 3, de inkább 5 óra lett volna hátra a csúcsig, plusz olyan 6-7 órával kell számolni a visszatérése, tehát egész egyszerűen én lassú voltam, ő pedig kifogyott volna az oxigénből. Ez az oxigén kifogyás, ez nem annyira értem, hogy azért az ember x-szer már felment a Mount Everestre palackkal, palack nélkül, hogy ezt nem lehet kiszámolni. Hello. Itt vagyunk, hogy nem lehet kiszámolni, hogy az embernek mennyi oxigénre van szüksége, hogy fölérjen meg visszaérjen. Hát hogy tud egy ilyen elfogyni? De ki lehet számolni, csak a 2 palack közül, amilyen volt Ang Ningmának, az egyik nem működött. Tehát egész egyszerűen volt egy hibás palackunk a 2 közül, és ezért ahelyett, hogy 24 óránk lett volna, illetve neki 24 órája lett volna 1,5 literrel, ez inkább 18 órája volt 1 literrel. Ezeket nem kell ellenőrizni a palackokat indulás előtt?
De, de érdemes ellenőrizni, és igazából... ja, de, de hogy sajnos én nem én mártam oxigénnel, hanem Wang Mingba. Ő nem olyan ellenőrizte valószínűleg a palackokat, illetve nem tudom, hogy hogy került fel egy hibás palack végül 8300 méterre a legfelső táborba. Én magával a ténnyel szembesültem, hogy neki kevesebb oxigénje volt egymás, van. Egymás nélkül külön-külön felmentetek volna? Tehát ha Wang Mingmának van elég oxigénje, de te mondjuk lassú vagy, ő fölment volna egyedül, illetve ha te elég gyors vagy, de Wang Mingmának nincsen elég oxigénje, te felmentél volna nélküle? És a kérdés a könnyebb válasz, Wang Mingma oxigénnel fel tudott volna menni a csúcsra, ebbe biztos vagyok. A második kérdés a bizonyos válasz, hogy én egyedül fel tudtam volna, erre számított, amikor oxigénes mászásra számított. De mondhatni, egy kicsit átakül rajtad akkor most már azért, nem így a csúcstámadások után, szóval most már ez az x-edik kísérlet, mindig történik valami, most éppen egy rossz palack, amit Wang Mingma nem számolt ki, nem nézett meg, mert földobta a hátára, elindult, adott a hegy, hát menjünk föl, jó a palack, vagy nem jó a palack, de hogy azért, tehát azt hinné az ember, hogy azért ez ott kicsit tudatosabban működik, vagy kicsit azért így összeszedettebb a... Vannak más terveim is, és szeretném folytatni az expedíciózást, és rengeteg hegy van még, ami vár rám. Na jó, de ide is vissza akarsz menni, remélem, mert most az egyik napilap kártyajósa azt mondta, hogy még egyszer elbukod, de tizedikre sikerülni fog. Én hinnék neki. Én azért fölhívnám ezt a jóst, és elbeszélgetnék vele. Hát, igen. Nagyon komoly szakavatott szaktekintély. Nem, azt szívesen kérdezem, azt még egyszer elbukom, és nem tudom igazából, tehát nem egy ilyen őrült megszállottság kell, hogy legyen akármelyik hegy. Lehet szerelem, lehet vonzalom, de nem szabad, hogy egy ilyen őrült megszállottság legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy következőnek más hegyekkel fogok foglalkozni, de nem zárom ki, hogy visszatérjek ide. Ez az expedíció, ez nagyon más volt, mint 2012. Tehát 2012-t elszúrtam. Tehát ott elstratégiáztam, olyankor mentem, amikor nem kellett volna, nem mentem, amikor kellett volna, és egyszer csak vége volt az expedíciónak. Itt egy nagyon jó, nagyon fegyelmezett akklimatizációs időszak után egy nagyon jó csúcstámadásra került sor, amiben egy picivel több kellett volna ahhoz, hogy biztonsággal elérjük a csúcsot. 15 óra után 8700 méteren, 150 méterre a csúcstól azt mondtuk, hogy ezt nem szabad így tovább csinálni, vissza kell fordulni. Ráadásul az volt a fejünkben, hogy még biztos lesz még egy csúsztámadás a lehetőségünk. Végül is az időjárás úgy akart, hogy ne legyen még egy csúsztámadás a lehetőségünk. Tehát ez az expedíció, ez sokkal jobb érzéssel zárul bennem, mint mondjuk 2012. Úgyhogy egyáltalán nem zárom ki, hogy visszatérjek valamikor, csak egy kis időt kell neki adni, meg távolságot és más ügyeket kell addig meglátogatni. Hát Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó utat akkor neked, idén sem sikerült, meglátjuk. Ha jövőre nekifutsz, vagy két év múlva, akkor mi ugyanilyen lelkesen állunk majd mögötted, és drukkoljuk végig az oda vezető utat, és a fölfelé vezető utat. Dávid, köszi, jó utat, vigyázz magadra, ciao. Hello. Ciao, hello. 8-10 kísérlet után most elmenni más hegyre, azért az nagyon kemény, nem? Hogy még mindig ott van, hogy úgy mész el más hegyre, hogy az még mindig nem sikerült, nem? Hát, hogy van még egy pár 8000-es, amit ő meg tudna mászni. Akár így, akár úgy. Én nem tudom, mert tényleg én is csak laikus vagyok ebben a témában, hogy lehet, hogy nem kéne erőltetni neki ezt a tiszta mászást, az idézőjeles tiszta mászást, hogy az oxigénpalac nélkülit. De hát legalább akkor fent lenne. Mert például ugyan Anita már kétszer volt fent oxigénpalackkal a Mount Everest tetején. De és mindez idáig oxigénpalackkal is csak kevesen. Tehát, hogy szűkebb a kör talán azok, akik palac nélkül mentek, hogy nagyobb szám. Ezerben vagy benne, oxigénpalackkal így meg. Illetve szeretnék én benne. Jó, nyilvánvaló, de neki megmász. Igen, de hogy nyilván az is, hogy ugye oxigénpalackkal már több magyar is feljutott. Palac nélkül lenne az első, tehát hogy van olyan fejezetet akarni, ami nincs. De ez a dolog egyelőre. Azért az oxigénpalackosok is nagyon-nagyon szűk. Ja. Nyilván, réteg. Hát most persze. Már a magyarországiakra gondolok alapvetően, a magyar mászokra. Igen. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, jó, egészen nyugodtan SMS-ben, mint mindig. Valamint ugye zajlik még a foci VB játékunk, de a foci VB csak 10 után kell elküldeni, nekünk nem, itt a pénteki óra nyertesekből, valamint a pénteki hármas ugrás nyertese közül sorsolunk majd egy valakit.
aki ugye plusz ajándékcsomagot nyer. Hármas ugrással jövünk a hírek után. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő van, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Figyeljetek, engem ez az előző téma, ez egyszerűen nem tud nyugodni. Én is ideges vagyok, nem tudok róla lefűzni. Most miért bántott Komolyan mondom. Ha elvégeztem volna a tanfolyamot, ja, Dávidnak további sok sikert kívánok, a világ 8000-esén, nem, még az előtti témával kapcsolatban. Megőrülök, ne idegesíts, olyan ideges vagyok. A fegyveremmel, biztos, hogy legdurran találok bakkát. Így is olyan ideges vagyok, hogy megőrülök. Antidepresszánsokkal, persze, hogy így nem megy. Na, komolyan mondom, én elmegyek egy ilyen tanfolyamra, és megcsináltatom ezt a fegyvertartalmat. Mennyi? Tudod, mi lesz? Elmondom, mi lesz. Nem érem fel a tartalék lőszer. Mi a? Tudod, mit csinálják? Mennyi? Elmondom. Elmegyek. De nem. Saját zsebből investálok, megcsináltatom, és kiderítem. Legfeljebb majd... De mit derítesz ki? Beszélek egy ortopédcipész haverommal, aki csináltat nekem egy 10 centis sarkat alá, nem elvárás, hogy ne ismerjenek fel. Hosszú haj, ne. Figyelj, nem, elmegyek és megcsináltam. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez a dolog miről szól. De nem arról szól, mint ennek a fiúnak, aki vagyonőr volt, és akkor... Akkor elmegyek vagyonőrnek, munka mellett. Na, rádió mellett. Két dolog van, és elmondom utoljára, hogy mit értettek félre a hallgatók. És már mindenki a kormány maga az arcát kaparja. Ha te utcáról bemész, ahogy nagyon sok vadász az utcáról még pluszba kiegészítve, nem vagyonőri vizsgát letéve, fegyvertartási, fegyverviselését akart, mint ahogy te is bemész majd az utcáról, akár egy sportlövő klubba, vagy bárhova, megfingatnak. Komoly a vizsga, komoly teszt van, szétszeded, összerakod, lőzhatót, oktató, vizsga, orvos, stb. Ez az egyik. A másik, hogy néhány vagyonőri cégnek egyébként vannak olyan kapcsolataik, hogy bemész, 100 000 forintot akarsz keresni, aláírod, itt van, ezt tölts ki, Bélácskám, kitölt, orvos lát, de hogy lát, anyádat sérdekled az orvos, itt van, ezt holnap is leírod. Nyolckor kezdesz. Holnap nyolckor, itt holastuk ki, itt rastuk ki, na itt rastuk ki, ne úgy tedd föl, te hülye, mert lából lövöd magad, érted? Ez a különbség, hogy te az utcáról bemenve nem fogod tudni kideríteni, hogy ezek hogy kapják meg. Úgy kapják meg, hogy néhány vagyonőri cégnek, biztonságtechnikai cégnek, mit tudom én, akik ezeket a nagy cégeket biztosítják, pénzszállítanak, stb. Egy-kettőnek, és nem mindegyiknek, ne általánosítsunk, olyan kapcsolataik vannak, hogy bemegy ödön bandzsán, szemüvegbe leokoplasztva, leragasztva, és egy óra múlva kisétál fegyverrel az oldalán. Hiába írja nekem néhány ember, hogy ő elment az utcáról, és az milyen komoly vizsga. De célzásra úgyis megkeresik az egyiket, nem mindegy. Nem ugyanaz, mint hogy te vagyonőrnek jelentkezel, és a cég segítségével, lepapírozva, kamu aláírásokkal, kamupapírok, igaz, doki, dokikám, itt egy ötös, írd alá neki, megkapod a vagyonőri vizsga mellé a fegyverviselést. Mondjuk most az a baj, nem hogy... fogod tudni megtalálni az igazat, mert téged ott valószínű meg fognak most ingatni. Már végig kell csinálni. Hát meg... egy OK és igen, csak attól félek, Feri, tök igazad van, és neked is, Balázs, az a baj, hogy most végighallgatták ezt a műsort a cégek, most arra várnak, hogy jelentkezzek, na vajon hol fogjon, és úgy megfingatnak. Annyira nem kétnapos lesz nekem ez a tanfolyam, ja. hogy legalább 6 napos tudod, lesz egyébként, ötször buktatnak majd meg, és mindenki velem lesz elfoglalva, hogy na most akkor, majd na most te itt nem fogod elvégezni a tanfolyamot, de nem azért, mert mi nem engedjük, mert nem fogod tudni elvégezni. Tudod, hogy lehetne elvégezni? Én megmondom neked, hogy lehetne ezt letesztelni. Ezt úgy lehetne letesztelni, hogy találunk valakit, egy igen? hallgatót, aki azt mondja, hogy ő szeretne egy vagyonőri vizsgát tenni, elmegy, és kicsengetjük, mint egy kicsengetjük neki, és mint egy beépített ember egyébként aha. elmegy, és végig csinálja akár ennél a cégnél, vagy akár bármelyik cégnél azt, hogy nulláról kezdve vagyonőri, a stb. Vizsga, a fegyvertartás, vagy hogy lesz neki fegyver egyszer, csak az oldalán. Elég a fegyvertartás, én nem a pénz miatt mondom, de elég a fegyvertartás is, mert a mi szemszögünkben nézve az a fontosabb. Viselési. Mindegy, most nem menjünk bele. A fegyvertartási val, tehát, hogy te már onnantól kezdve viselheted is. Viselheted nyilván. Azt a fegyvert. Nincs egy olyan fok, hogy csak viselheted. Nem, mert nem a divat részére mentél rá most, Feri. A pisztolytás, igen, vagánykolás. Nem mindegy, hogy fegyvertartási vagy fegyverviselési, ha ilyen fogalmak keverednek, akkor nem mi menjünk, mert a kettő nem ugyanaz. Az egyik már haza is viheted, csak megvan a szabály, hogy kell tárolni, a másiknak pedig le kell adnod. Ugye a szolgálati fegyver. És elmenne ödön, és ödön végig csinálná, és bejönné ide a Morning Show, és azt mondja, gyerekek, ez volt, így volt a teszt, orvos se látott, pszichológus se látott, 100 kérdést kitöltöttem, megkaptam a fegyvert. Ennyi. Igen. Érted? Mert te elmész, hát ott téged körbe rajonganak, még elküldenek még urológiára is, érted? Ráadásul te az utcáról mész be. Azt szeretni úgyhogy fogja. Hoztam még lőszert, Jani! Teszem? Vagy rakunk rád egy álbajú, szerzünk neked egy hamis személyt, és úgy beküldünk téged egy vagyonőrire. És kicsit így lefitted. De nem a vagyonőri, az hosszabb, én azt nem akarom elvégezni. Tök mindegy, jó lesz az még neked. Jó lesz az még. Jó lesz, érted? Valamit tudtok. Érted? És ezek a nulláról kiderül, hogy mennyi idő alatt lehetsz te.
és akkor elvégzed ezt, azt meg amat, aztán kiderül, van-e komoly vizsga, vagy nincs. De számomra egyébként, ha valaki ilyen személyiségzavar a küzdés fegyvere van, nincs komoly vizsga. Tehát, hogy, ezek de... nemzetközi, ezek a vizsgák például valamilyen nyugisabb helyen, például mondjuk a München melletti Lego parkban tudnék állást vállalni? A Lego parkban. Szerencsé, hogy nem volt fegyverem. Ha nekem ott fegyverem van a Lego lenne, már csak azt halljátok, hogy egy magyar ordítva lövöldözött mindenkire, aki mozgott. Érted? Tehát, hogy találjunk egy hallgatót, akinek van mondjuk bármiféle biztonságőri képesítése, amit most május 31-ig ugye át kell vizsgálni valami másra, az átvizsgálat, és azt mondja, hogy ő szeretne vagyonőri vizsgát tenni, azzal a különbség, hogy ő még szeretne fegyvert viselni, és elmegy nekünk beépítve, nem tudja melyik, nem mondjuk melyik céghez, nem tudja melyik, nem tudják, hogy ki. És bejön egy hétmúlás, hogy a gyerekek, ez egy röhely volt. Itt lóg a fegyver az oldalamon, egyébként egy baromság. És most lövöldözték. Vagy azt mondja, hogy úristen, ez nagyon kemény volt, fú, de kemény volt, és 8 orvos látott. Érted? Ez, így egy, normális teszt lenne. De te, hát most te mit buktatsz le? Neked odahozzák, érted, a kézi ágyút, meg lőhetnél izérel, nem tudom, váról indíthatóval, meg minden. Hát téged ott körbe gyalogatnának. A 20 kérdés mellé még maradnak. Melyik 26? Hát ott kezdődik rögtön, hogy kell egy álnév. Ja, tényleg. Érted? Egy bajusz. Hát nem mehetsz Vadon Jánosként. Hát nem. Maga a Morning Show Vadon is. Nem én vagyok. Bemegyek úgy, mint Charles Manson. Mint Charles Manson. Egyébként nem vagy benne biztos, hogy tudják ki az a Charles Manson, úgyhogy szerintem 10-ből 8-nak ott ez fel se tűnne. Na mindegy. Tehát akkor szerzünk valakit, akinek még nincs meg a fegyver vizsgája a tanfolyama mellé. És ezt kifizetjük neki. És beküldjük. Igen. Jó. Jó. Na ebben benne vagyok. De nem te lehetsz az. Büdös francba. Nekem nagyon sok barátom csinált ilyet, hogy elment ilyen sportlövőklubba, elmondták. Ott én nem láttam semmiért, amire felkaptam volna a fejem. Elment pszichológiai test, orvosi vizsgálat, évente meg kell, két évente meg kell hosszabbítani, csak itt tárol, csak oda viheti, nem hordhatja. Mit tudom én, ennek van ennek a szabályozása. Ott azt mondtam, hogy ez nem durva. Úgyhogy az szerintem te ne próbáld ki, ha csak nem akarsz otthon egy kézi ágyút. De csak megmondom, hogy azért otthon se úgy van, hogyha van mondjuk tartásid, akkor azért belelősz a szomszédba, utána azt mondod, hogy olyas ember törül előttem, tehát azért az se ilyen egyszerű. Nekem az már visszalépés lenne az otthoni arzenálhoz. De az illegális arzenál. Az illegális arzenál. Na jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Szia. Hello. Hello. Jaj, de egy kicsit kiangolva, de egy kis... Barbie? Igen. Hello, Barbie. Az mit jelent, hogy elküldtél már 60 darab SMS-t? Ó, nagyon. Hát a hármas ugrásba is, na meg a foci védéről aztán ne is beszéljünk. Ha, szóval nekünk küldted őket. Igen, jó számra küldted? Hát hozzánk küldted? Jó számra küldtem, igen. Jó számra. Aha. És mióta próbálkozol a hármas ugrással? Régóta? Elég régóta, igen. Hát már most lassan szerintem 5 hónapja. Sokat szoktál kuncogni? Igen. Mi a foglalkozásod? Mit csinál? Varrónő vagyok. Varrónő vagy? Hol? Igen. 60-ban. Egy 60-i varrónő. Ott olyan csönd van körülöttetek. A 60 varrónőknél megszoktuk, hogy nagy röhögés van, meg sokan vannak, igen, meg bekiabálnak. Igen, mert most nem dolgozok. Most itthon vagyok. Aha, és hányszor hallottad ezt a rossz point, hogy és hány szám alatt? Ott van már. Nem hallottam még, amúgy most először. De tetszik, mi mi elsőre is, látod? De kis vidám vagy. Köszi. És be tudnál venni Jani nadrágjából 20 centit? Na jó, 25-et. Hát akkor állj már meg a feléni. Figyelj, hogy otthon vagy? Esetleg nem valami betegség, vagy gyermek? Nem, vagy csak nem, Szabin? Nem, csak Szabin, így van. Szabi, na jó van. Biztos tök csendes nélküled a munkahely. Igen. Az biztos. Nincsenek nagy kuncogások. Azt mondja, hogy milyenek a kérdések, Jani? Hát az van, hogy nehéz. Na, ó, szegény. Látod, sikerült bejutnod, viszont most pont kifogtad a nehéz kérdéseket. A másodiktól szerintem már azért kell kapaszkodni. Na, mehetünk? Könnyű. Igen, mehetünk. Na figyelj, így szól az első kérdés, nyakba akasztója. Mi a foglalkozása a Balu kapitány kalandjai című rajzfilmsorozat főhősének? Pilóta. Így van, de szép. Hát ez...
Eddig nálunk elég sok mese megy otthon, de ez nem, nem volt meg. Bom 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 Dedikált egérrel átétért így szól a második kérdés. Hogy nevezték az első világháborúban a központi hatalmak ellen harcoló államok csoportját? Én megállnék. Én megállnék? Igen, már nem. Nem magyar kifejezés egyébként, és két nagy csoportosulás volt egymással szemben. Az egyik a központi hatalmak, a másik Barbie. Készült? Tén, abszolút nem vagyok történelemben otthon. Jaj, jaj, jaj. Ismered azt a mondókát, amiben azon, Ténuszóraka. Ezt ismered? Hogy ez hogy kezdődik? Itt van, kell valami az elején. Antant, Ténusz. Antant, így van. Biztos, hogy hallottad már. Igen, csak nem ugrott be. Bizony, az Antant, ugye? Hát az angolok, a franciák, meg még néhány ország, akik ugye körülöttük volt, ők harcoltak ugye az első világháborúban. Így van. Hát figyelj. Ők voltak az egyik oldal pontosabban. Tulajdonképpen annyi külön ajándékod van, hogy már tök mindegy, hogy a Morning Show-s ajándékcsomag megvan. Már az első se kellett volna. Igen. Igen. Ez meg. Tényleg nagyon sok mindent kapsz, úgyhogy hallgass meg a reklámblokkunkat, és akkor ott megmutatjuk. Jó? Majd legközelebb, hát ha sikerül. Jó, hát próbálkozz még, előbb-utóbb mindenkinek sikerül. Így van, rendben. Köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok! Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. 3 perc múlva pontosan, 9 óra, jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, trafi a Szentendrei úton, Szentendre felé a Flórián tér után 300 méterre lesz. Csabi küldte nekünk, közi Csabi. M3-as 183-as kilométer előtt Nyíregyháza felé szintén mérnek a pihenőből, ezt Bobó küldte nekünk. Aztán a 103-as kilométernél Nyíregyháza felé az Erdőtelki lehajtó előtt is szintén mérnek a háromlábúak, ezt Buba küldte nekünk, ez szintén az M3-as autópálya. És a Szentendrei úton trafiznak a Lovas áruház előtt a városból kifelé haladókat mérik. Ez ugyanaz, mint a Flórián tér után 300 méterre. De megerősítetted. Meg. Hát ennyi. Persze. Igen, több fronton. Vagy több frontról írták ezt meg nekünk, de ugyanaz, mert ismerem a Szentendrei utat, ott van egy nagyon nagy Lovas áruház. És ott bújtak el. Ennyire megy a lósport Magyarországon, hogy lőáruházokban. Szentendrei úton is. Szentendrei úton, ott a buszvégállomás előtt jobbra van egy akkora lovas áruház. Öcsém, ott még nem is lát. Hé, no, fürükete. Hát ott... Hova mész már az anyá? Képzeld, hogy olyan a parkoló, nagyon jól megcsinál, hogy beállsz, és kikötik a kocsidat, mintha lóval álltál volna meg. Lenyergelik addig, ami? Nem megjelenik, csak vannak ilyen fa rönkök kirakva, és akkor úgy csinálhatsz, mint a kikötnéd a kocsidat. És akkor az már érezteted, hogy megérkeztél a lovasáról. És ahogy oda mész, akkor rögtön kiszalad egy srác, így farmer, olyan belső ilyen bőrbetéttel, és azt mondja, hogy lecsuktak oldatom, uram, a verda. Jó, nem, de hogy is, nincs ilyen, nem parkolhatsz így, persze, nem kell mennet elhívni. Lovaskocsival meg lehet ott állni? Hát, lovaskocsival bárhol meg lehet állni. Tényleg? Hát de, hogyha... Mit csinálnak? Hát egyszerűen két parkolót lett vele. Ne, hát hosszabb is eleve, mint szerintem bármilyen más személygépjármű, meg hát ugye szélesebb is egy picivel, nem? Nézd, amikor én ebben az áruházban jártam, mert többször is megfordultam ott, amikor vásároltam különböző kellékeket, sose láttam lovaskocsit, de ettől függetlenül majd megkérdezem. Poroszkáltál már arra? Poroszkáltam már arra, ügettem már, így van. Ugrabugráltam már arra akadályokat futószáron. Szóval vettem a dolgokat, de nem láttam soha lovaskocsit. De megkérdezem legközelebb, hogy a Jánost foglalkoztatja egy kérdés, hogy meg lehet állni az üzletet lovaskocsival. Vagy lóval. Vagy simán lóval. Mi van ott olyan, amit így nap mint nap vesznek? Mert csak hogy érdekelne a téma, hogy ott hosszú sorok állnak, és akkor minden nap vesznek ott zabot, vagy... Igen, vagy szalmát, vagy szénát. Nem kell minden nap oda bemenned. Csak sok ember megy be, aki minden második nap megy be. És ezért, mert minden ember minden második nap megy, így úgy mire néz ki, mintha nem minden ember minden nap minden második nap. Hát mit tudom én, minden megtudom. De most ne azt az áruházat nézzük, ne csináljunk nekik reklámot, hanem bármi. Általánosságban. Hát minden.
Tehát a nyaló sótól kezdve a zabon keresztül, a tápig, nyaló a vitaminon keresztül, nyaló a csizmáig, a sarkantyúig. Na most várjál, ne siessél. Nekem a nyalósó tetszett eddig a legjobban. Én így hívom, nem ez az igazi neve. Az lósó? Lósó. És mi a nyal előtte? Hát az, hogy a ló nyalja. Ja, nyaló. Mm-hmm. Berakod neki az istálóba, és akkor, amikor te lovagolsz vele... Már folyik a nyálam, basszus. Hozok neked egy kilót, arra megyek délután. Lovagolsz vele, akkor egy csomó mindent ugye a ló elveszít. A só, ásványanyag, stb. És a ló okos, mert amikor ezt bekötöd neki az istálóba szépen, oda rakod a kis friss kaja mellé, amit szeret, attól függ, hogy mint tartod a lovat. Akkor ez nem jutalomfalat, hogy ügyes voltál nyalja? Nem. Kocka cukrot nyal. Ezt bekötöd, és akkor ő azt ott harabdálja, kopnak a fogai, egészséges ásványanyagot pótol vissza, és akkor érzi, hogy neki mennyi kell. Ez ilyen nagy, ilyen több kilós tömbökben van, úgy néz ki, mint egy ilyen WC-papír tekercs. És akkor átkötöd rajta a madzagot, bekötöd a lovatnak, és akkor az ott lóg, és az hogy elég egy szezóra, nem fogy azért az olyan gyorsan. Tehát akkor nem jutalom falat. Az semmiféleképpen nem. Tehát akkor nem ügyes voltál nyaljál, hanem nyaljál, ügyes vagy. Ja, igen. Ezt mondjuk még ráadásul ismerem is. De az én lovam például nagyon szerette, és míg másló 3-4 hónap alatt evett meg egyet, ő egy olyan 2-3 hét alatt a szidámon elropogta. Tehát ezt így nagyon-nagyon szerette. Megmondhatatlan. Azt hitte, teljesen. Egy jutalomfalat kap. Igen, rosszul volt kódolva, ő azt hitte, hogy ez neki ott valami ajándék, és alig várta, hogy visszamehessen a kis istállójába, bement a kis boxába, és neki elropogtatta. Egy ló egyet nyalt, ő fél óra alatt úgy megette a negyedét. Hát mi el volt, mindig el kellett venni, visszaadni. Jó, ő azért jól szórakozott. A Digo nevű rottvelerünkkel voltunk így, hogy odaadtuk neki jutalomfalatnak a velőscsontot, és akkor... Kérdő, hallod? De most mi van? Hogy nem, miért? Igen, ugye, hogy miért? Ő nem kaki tudja. Zacskó van a lóhoz. Hogy azon gondol? Hát ha bértartásban van, akkor megcsinálják neked a saját lovadon, akkor bemész, kitisztítod, na, de kivezeted. Az úton is látsz például vidéki településen, hogy lepottyantja, hogy ott nem kéne ugyanaz, mint az nem. Az Feri, az nem oda kakál, az nála az Ariadné fonal, ahogy visszatalálja. Azt tudod megcsinálni, hogy nyitott esernyőt fordítva visszaakasztasz a farkát. De jó vagy! Fölakasztod az esernyőt, ezt csináltam. Fölakasztod az esernyőt, kinyitod, és akkor abba belekakél aló, és a végén leveszed az esernyőt, és ugye a farka tartja, tehát mert hogy erős. A farka tartja. A farka tartja, a kinyitott esernyőt. Nem minden farka tartja, de a lófarka tartja. Igen. A farka. És ha nincs nálad esernyő, akkor ez a lovaglós isak? Azt az is, nem jó? Azt is. Tehát te látod, hogy a ló már... fölfele. Igen, mert a ló általában megáll, ha kakil, ugye? Tehát nem nagyon szeret menni, és közben tud, de az enyém mindig megállt. És akkor gyorsan lekapod a sapkádat, alá teszed. Oda tartod, visszateszed, meleg is, puha igen, is. Tehát meg, ezt ilyen könnyen meg lehet oldani. És egyébként... De örülök, hogy így érdekel a lósport, én szívesen mesélj. Mert nagy mindent tudok róla. Nem szólnak az emberre, hogyha mondjuk olyan helyen poroszkálsz, hogy oda kakál a ló? Nem, az valahogy, mindig rászólnak. Ez valahogy természetesebb. Tehát egyrészt a lótrágya szerintem azon közegben, ahol te lovagol, sokkal elfogadottabb. Bár ott, ahol a lótrágyáért se szólnak, ott szerintem a kutyáért se szólnak. Meg általában nem az Erzsébet téren szoktál lóval poroszkálni, ahol ezért ez nagyon... Tehát valahol Pilis-Vörösvár környékén mondjuk egy lovardából kimész, és ott neki állsz terepen lovagolni, ott azért úgy kevésbé szólnak. Meg itt átmenni a Lánchídon, lehet, hogy valaki szólna. Tehát azért azt nehezebb összeszedni. Tehát ahhoz egy ilyen Tesco-szatyor kell. Azon gondolkodom, hogy a Dennit mondjuk elég fura kis lovacska lenne, de hogyha mondjuk lónak álcáznám, nyerget raknék rá, senki nem szól ránk, hogy ott jönne mellettem. Valahogy megtanítanám neki ezt, hogy... Gyere! Húdni! Raksz rá egy szép amerikai nyerget, én megcsinálom neked. Felnyergelsz, azt megtanítalak, hogy kell, és utána mehetsz. Kapsz egy kis lovaglóst. Danny, te, ne! Na, mit csinálsz már? Te, amelyre én lovagoltam, a divat volt a kocsmába lóval menni. És általán a kocsma mellett, és ki volt kötve három ló. Mert hazatalál a ló, az nagyon jó. Ha fölbír szállni, átöleled. Igen, bemész vissza, és a ló hazavisz. Mert a ló hazamegy, ugye hazafelé sokkal menősebbek, mindig így mondják, hogy menősebb, mert ugye ezt tudja, hogy megy hazafelé, aha, és akkor ott várja a kaja. És rendesen meg lehetett állni a kocsma előtt, és volt megálltál egy a kocsma előtt volt, mint régen, mint ha vagy nyugaton lettél volna a kocsma előtt, ott Vörösvár környékén, ott volt egy lókikötő. Igen, és kiepült valaki. A kedvenceben. Igen, valakiek bevertek egyet, az éppen kiszállt. Nem, és akkor te megálltál, bementél, ittál valamit, miközben a lovadot kint állt, az egyik nem állt, összerúgdasta a többit szegény, tehát elég agresszív lót, veled nem is lehetett nagyon megállni, meg így kikötve nem bírta. Meg nem jártál kocsmába. Nem is jártam kocsmába, meg ő nem szerette a többi lovat, elég antiszocba nyomta. Figyelj, csak lóhajtási kell, tehát jogosítványt kell lóhoz szerezni. Jó kérdés. Most miért, ha bemegyek a faluba a kocsmába, bocs, és van egy útkereszteződés a macicsajt táblával a háromszöggel, és én nem vizsgáztam le semmire, akkor ott én átlovagolok? Azt nem tudom.
De hát na? Azért, mert ugye nem ismered a szabályt, az nem mentesít hát az alól. Hát ez az. De, jó, hogy, de ez ugyanaz, mint a bringál. Nem tudom, hogy lovas kocsira kell, vagy hogy szekére kell. Én nem, abban nem vagyok biztos. De simán lóhátra nem kell. Simán lóhátra, hát ritkán megy az ember főúton, nem tesz jót a lólábának, a pata, meg a beton. Nem túl szerencsés, de igen. De a kocsira elvégben kellett, nem? A lovas kocsira? Aha. Azt nem tudom, hogy oda egy bés jogsit le kellett tenned. Vontatásra kell? Nem vontattam még lovat soha. Hát de előfordulhat a közeljőben, hogy mondjuk mit tudja. Sosem vontattam még lovat. Földútról kell bevontatni a kocsirat legközelebb. Olyan már előfordulhat. Hát persze, te beülsz autóba és vezetsz, akkor az már mindegy. Hát, ja, hogyha te ülsz a vontatott igen. autóban? Szerintem ahhoz is ahhoz kell. Is kell. Tehát nem ülhetsz úgy oda, hogy nincsen jogsit, hogy ne. Igen. Ez jó, nagyon jó ez a lósport. Vagyik a legjobb lovas történetet. Hát sokat nem tudtatok meg róla, de jó, jogos. Vagy jó lehet, igen. Az én Ozi című könyvben olvastam, Ozi Osbornról a legjobb lovas történetet, amit valaha hallottam. Az a következő volt, ő felöltözködött egy nap cowboynak, kis angliai kúriáján, és úgy gondolta, hogy ő így fogja meglátogatni a közeli kocsmát, és csak az volt a probléma, hogy ő még nem lovagolt előtte. Felült a lóra, úgy gondolta, hogy ez elég lesz, hogy ő már látott elég cowboy és meg indiános filmet, felöltözött cowboynak, felült a lóra, és ellovagolt. Csak a ló picit gyorsabban lovagolt, mint ahogy kellett volna. Elvágtatott gyakorlatilag a kocsma előtt, aztán leesett, és a kengyelbe akadt lábbal húzta egy darabig a ló, addig, amíg ki nem akadt a lába, és utána többet ő nem lovagolt. Azt mondta, hogy ez neki így pont elég volt a lovaglásból és a lósportból. Nagyot esett? Hát igen, konkrétan ellovagolt, elszáguldott a kocsma mellett, csak annyit tudott mondani, hogy hey! hogy hey! És utána leesett a nyerekből, mert már annyira vágtatott a ló, hogy nem tudta tartani magát, de az egyik lába fennakadt. Beleakadt a kengyelbe. Igen, és húzta maga után. Húzta maga után, és az volt a szerencsére, hogy kiakadt neki, egy pár métert húzta csak utána, és utána azt mondta, hogy hát akkor nem, inkább adjuk el a lovat. Ez nekem nem megy. És ezt így megtanulhatott volna. Vagány, csak... Ő mindig ilyen vagány volt egyébként. Hát aki azt nyilatkozott, hogy a komplet 80-as évekre nem emlékszem. Ja, figyelj, az kellemetlen, ha beleakad a kengyelbe a lábad. Ugye? Hát, amíg a ló meg nem állott, te nem szállsz vissza a nyerekbe. Tehát nem tudsz, vagy kiakad a lábad a kengyelből, vagy vontat a ló maga után. Ő ilyen volt mindig. Hát lehet rossz fej egy olyan ember, aki egyszer unalmában mind a két térdére rátetovált saját maga két szemecskét és egy mosolygó szájacskát. És gyakorlatilag ezt meg is lehet nézni, és azóta is fönn van mind a két térdel, amikor ül a budin, akkor gyakorlatilag szemből azt látod, hogy mosolyog Ozzy Osbourne, a sötétség herceg, és mind a két térde együtt mosolyog vele. Lehet rossz fej egy ilyen csávó? Nem teljesen komplet. Na jól van, vannak jelentkezőink a fegyverviseléses tesztre. A fegyvervizsgára így van, akinek már 4 éve van vagyonőrie, dolgozott a szakmában, és már tervezi egy ideje a fegyvervizsgát. Úgyhogy akkor ezt megcsináljuk, elküldünk valakit. Jó, most már annyit beszéltünk róla ma reggel, ma visszahívunk valakit, befizetjük, és elmegy egy ilyen fegyvervizsgára. Tök jó. Azt írja Szilárd, hogy nem jó a terv. Mi van akkor az adás halva, most az egyik oktató cég küld hozzátok egy beépített embert? Jó a felvetés. Jó a felvetés. Le kell tesztelnünk, hogy igen, ő az oktató cégtől jött el, vagy ő csak hallgatta az adást, és simán írt nekünk. Vállalkoznék rá, fegyverüsgám nincs, de a biztonsági őri vagyonőri megvan, írja egy másik hallgató. Hát ezt most mi nem fogjuk olyan szinten nagy dobra venni, hogy jó napot kívánok, a Morning Show-ból telefonálunk, és szeretnénk valakit nem. Majd utána elküldjük, és megnézzük akkor, hogy egy ilyen fegyvervizsgához tulajdonképpen mi kell, hány órát tanult, mennyit csinált, mit csinált, vizsgázott-e, volt-e pszichológiai vizsgálat, bármi. Jó, akkor egy ilyen embert elküldünk. Na, új módja van a turisták lehúzásának, ez Magyarországon megy, hogy ez egy magyar ötlete, azt nem tudom, minden esetre az ötlet szenzációs, ami arról szól, hogy vannak ezek az elég furcsa, ilyen pantomimes lények, ugye azt, hogy Magyarországon most engedik el, vagy területfoglalási kell, hogy legyen, vagy nem, azt nem tudom, de ha jársz Barcelonában, Amsterdamban, Münchenben, a festői Münchenben, ott is voltam, de a festői, a festői Münchenben is. Ugye közterületeken állnak az úgynevezett ilyen pantomimesek, és hát vagy fekszenek, vagy mozdulatlanul csinálnak valamit, néha ijeszgetik a járókelőket, és utána kalapoznak. Ez ugye egy bevett szokás. Ennek a legdurvább verziója az volt, amikor láttam egy olyan installációt, hogy a pali a levegőben feküdt, és valahogy lógott lefelé a lába, de ő feküdt. Ezt talán Madridban láttam. És nem tudtuk, hogy mi alapján rögzítették oda, mert nem volt semmi. És úgy nézett ki, mintha a levegőben feküdt volna, szenzációs volt. És valahogy be tudtál menni alá, meg körbejárni, de nem jöttél rá, hogy ő hogy van oda rögzítve. Brutálisan sok pénzt keresett neki, nyilván hajnalban arra az emelvényre valahogy fel kellett mászni. Ugye ez mitől maradt a levegőben, az teljesen értetetlen volt egyébként.
És rendesen alatta... Rendesen alatta átmentek a turisták, de valahogy az egyik lába lelógott, ami leért a földre, aha, egy hosszú volt, tehát ott volt valami a tartás, de az egész... sokáig kellett rajta gondolkoznom. Nyilván nem néztél be a nadrágszárba, hogy most igen, hogy hívják. Igen, átvezetve. És egy nagyon fura pózban volt, de hát már vannak kis emberek, nagy emberek, baromi sok pénzt keresnek. Most kitalálták, magyarok, hogy magyarok-e, azt nem tudom, de azt csinálják, hogy mozdulatlan bábukat tesznek ki. Uh-huh. Az ötlet egyébként zseniális, nem csodálkozom, hogy nem jutott ez valakinek előbb eszébe. Kirakják a mozdulatlan bábukat úgy, hogy a turisták azt hiszik, hogy ők kiváló pantomimesek, akik ugye nem mozognak. De ha ott állsz és nézed a bábut, akkor 10-20 perc után derül ki, hogy az nem mozdul meg, mert csak egy bábú. Hát főleg miután már bedobtál, mit tudom én, 10 eurót. Igen, mert ugye ezeknél az szokott lenni, hogy áll néha a bábú, megmozdul. Igen. Bedobod a igen. pénzt, akkor ő vált valamit. Na most állítólagosan azt látni, hogy, és ugye ez tényleg Magyarországon történik, hogy kirakják ezeket a bábukat, nem mozdul meg, turisták körbeállják és csodálják, hogy úristen, de jó. Te ügyes, te hogy jó. Hogy lehet ilyen ügyes? Majd kapualjakból figyelik ezeket a kis bábukat. És amikor nincs senki, akkor gyorsan leűrítik a pénzt, tehát már nem ül valódi pantomimes az arc mögött. Este fölkapod a bábút, és elviszed. Ez zseniális. Nagy, nagyon nagy ötlet. Nagy, nem? Jó. Nagyon nagy. Szerintem rá kéne települni már valamilyen létező ilyen történetre. Például én kiírnám mondjuk a BEM szoborra, hogy pantomim. Vagy a Hősök terén. Öcsém, soha nem mozdul. Mennyire, mennyire király. De ugye, meddig van türelmed ezt nézni? Láttam ilyet sok helyen, hát 5-10 perc után megunod, uh-huh. és arrébb néz. Ugye a megunás az mindig akkor jön meg, amikor, tehát addig állsz ott, ennek az a pszichológiája, amíg nem mutatja meg, hogy ő valóban élő. Láttad, hogy uh-huh. élő, jó van, kacsintott, akkor ez tényleg élő, bedobod neki a pénzt, arrébb jössz. Itt bedobsz mondjuk 5 eurót, és föltűnik 5 perc után, akkor ott maradsz 20 percig? Nem maradsz ott valószínűleg. Nem maradsz 5 percet, de jó bírja, azt mondod, de jó bírja, mész tovább. Nem? Igen. Megvárod? Nem várod meg. Hát most szépen áll, jó van. Biztos, hogy egy magyar ötlet. Elhiszitek, hogy ezt egy magyar találta ki? Tehát ilyet sehol nem csinálnak? Mindenki törje a fejét, hogy úristen, mi legyek? Király, királyfi, lovak, hogy álljak? Jön a magyar azt mondja, de hogy álljál oda, tesó? Hát szerintem csekkolni kell. Egy kapuajba. Dobd ki a bábút, és kerest hülyére magad. Szerintem nem kell nagyon sokáig várni. Én azt csinálnám, hogy bedobnék egy kisebb címletű apró pénzt, és utána váltanék a már összegyűlt apró pénzből mondjuk 1-2 euróval, vagy forinttal, vagy nem tudom mivel, többet. Tehát, hogy gyakorlatilag bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-ast. Mintha váltanék. Ha ez élő ember, nyilván csekkolja, hogy mit csinálok, mit matatok, mit veszek ki, mit rakok be, stb. Aztán ennyi. Érted? Ja, hogy te magad, mint néző. Hát nem, mint pantomimes, bedobok saját magamnak. Értetted, hogy mit váltasz? Nem, hogy mit váltasz? Bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-as, szerintetek lenyúltam egy 10-essel. Aha. Az nem tűnik fel egy élő embernek? Nem nézod. Hát dehogy ne. Nem nézod. Hát akkor meg köszépen. Ja, akkor ha nem nézod, akkor meg, akkor ennyi, így jártál, öcsém. Ilyen bronz, arany, guggoló szobrokat tesznek ki. Aha. Hát ha ügyes és, vagy, ha ügyes vagy, igen? akkor olyat csinálsz, ami állítható. Na de... Jaj, hogy megmozdul hirtelen? Kicsit átforgatod minden más. Na de ha kimész oda, hogy te leleplezd azt, aki pénzt váltott, hát akkor lebuktatod a te szobrodat. Uh-huh. Még 10 perc van, már nyilván más tömeg áll előtte. Nem? De én nem mint vagy hívják, én nézőként. Na jó, de én meg ott vagyok, és látom, hogy te éppen lehúzol. Nem mehetek oda, mert ott éppen 20-an készülnek bedobni. Tehát én oda megyek és elkezdek veled kötekedni, és nem a pantomimhez szól, meg akkor kiderül, hogy én vagyok a gazdája. Na tessék, találtam egy jó kis fizetéskiegészítést magamnak, hát akkor nem fog oda jönni. Tehát akkor nem mész oda, hagyod inkább elvinni a pénzt. Ugye? És ezek nem... És állítólag az élők elkezdtek féltékenykedni a bábukra, mert hogy a bábuk sokkal többet keresnek, és uh-huh. elindult egy ilyen bábu kontra élő harc. Ez annyira magyar, de zseniális a dolog. Mert hogy az élők rájöttek, hogy a bábuk többet keresnek. Mert nyilván őket extrém helyzetbe tudod tenni a bábukat, amit egy élő ember nem tud megcsinálni. Igen, valószínűleg erről. És te arra adod a pénzt, ami minél látványosabb a dolog. Zseniális. Nagyon nagy, tényleg jó. És gondold el, számoljunk egy kicsit. Egy percenként bekerül a kalapba mondjuk, oda megy, egy perc alatt oda megy, még 5 ember. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Az bedob, mindenki csak dobjon 1 eurót. Az 5 euró. Igen. Az 5 euró jön össze egy perc alatt? Egy perc alatt. Egy igen. perc alatt összejön 5 euró, az mennyi? Az 300 euró egy órában. Az kérlek szépen 10... Nem lehet 300 euró, pedig nem. annyi. De. Hát egy perc alatt jön 5 euró, ugye? Nem. Az 10 perc alatt. Igen. 10 euró?
egy perc alatt 1 euró? Vagy 5 eurót mondtad? Akkor az 50 euró. Akkor az 50. 50 euró. De az 300 euró, gyerekek, az 100 ezer forint egy óra alatt. 300 euró jön össze óránként. Mondjuk jöjjön össze, abból vegyünk le egy 100-as, hogy egy perc alatt nem kerül be, mondjuk 5 euró. Jöjjön össze 200 euró. Az 60, nem tudom mennyi. Mennyi most az euró, János? 302,7. Na, akkor csak 60 ezer forint egy órában. Értitek, hogy mekkora biznisz van ebben? Tehát, senki nem gondolná, hogy jaj, bedobnak egy pár eurót. Persze, de csak dobjon be 200 ember egy eurót. Az 60 ezer forintot te megkeresel egy nap. Nem rossz. Hogy ott van egy bábú, és te valahol egy kapuajban figyeled. De mikor mész oda? A végén, mikor már nincs ott senki? Megvárod az éjszakát? Ha én bedobok turistaként, és látom, hogy éppen jön az űrge, és fölkapja a bábúját, akkor én kiveltem a pénzem. Ha utoléred. Yeah. De figyelj, azt nem lehet megcsinálni, hogy olyan formájú lenne, mint hogyha tényleg valami kicsit meg van hajolva, meg van egy elképzés, de hogy valójában benkben tényleg ül egy ember, csak éppen kényelmesen egy széken is olvasgat. Érted? De kívülről úgy néz ki, mintha egy ilyen izé lenne, egy ilyen derékszögben meghajolt koldus figura lenne. Igen. De belül meg ott üldögél valaki, és szépen elolvasgat, meg zenét hallgat, stb. Érted? És ez azért is nagy biznisz, mert ugye az élő, az sokszor nem kap engedélyt erre a pantomimeskedésre, ugye, hogy területfoglalásra, többi. Egyébként nem tudom, ezt miért nehezítik meg annyira, ez minden városban olyan jó hangulatú, hogy mész tényleg Amsterdam, Madrid, Barcelona, mindenhol kim vannak, hegedülnek, zenélnek, tehát tökre él a város tőle. Itt nem, itt mindenfélét be kell szerezned. Na de a bábú nem büntethető. Jön a közterületes, látja, hogy ott egy bábú, nem fog vele foglalkozni, arrébb megy, vagy maximum begyűjti a bábút, elviszi. Másnap reggel kiraksz még egy bábút. Ha tudja, mert tudomásom szerint ez csatornafedőköz vannak általában, ezek lerögzítve. A bábúk? Igen. Tényleg? Ja, oda csavarozza a gazda? Igen, tehát nem lehet csak úgy megfogni és elvinni. Na jó, de akkor a közterületnek vagy a csatornafedél tulajdonosnak érte, csak van beleszólása, nem? Persze. Gondolom. Ott van, az is a Váci utca, nézd meg. Zseniálisan néz ki. Csatornafedő fölött van, nézd meg. És odamész, és most bedobsz neki 3 eurót, annyira durva. Ugye egy ilyen ezüst, vagy egy ilyen arany kabátban, igen, látod, hogy az ember le van rogyva, egy kalap van a tetején, és azt mondod, hogy ilyen pózba ül, úristen, milyen zseniális. De nincs benne senki, az egy bábú. Mennyire magyar? Nagyon jó ötlet. Nagyon jó. Hát mondd ezt azoknak a pantomiseknek, akik egyébként meg 3 eurót keresnek egy órában, mert senki nem dob be neki. De gondold el, hogy van egy ilyen bábú egy lehetetlen testhelyzetben, és végignézed, mellett állsz egy hegedűvel a kezedben, néha pislogsz egyet, meg megijesztesz két orosz nőt, te keresel 3 eurót, neki meg bedobnak mondjuk 200 eurót. Hát ez van, most de hát ez jogos. Hát ennyi, ez olyan, mint amikor a kaszkadőrök, a húsvér kaszkadőrök féltékenyek a cégéire. Érted? A trükkökre, az animáció. Hát most ez van. Ez ugyan a kaszkadőrök beperlik, igen, a trükkgyártókat. És tényleg kitalálták, hogy lerögzítik őket csatornát. Tehát jön a közszeretes, kettőt rángat rajta, nem tudja elvinni, így ott hagyja. Rossz esetben még oda megy a csatornáz, és még két munkatársa, és meg is veri. Óriási. És jöjjön össze csak mondjuk 100 euró naponta. Az azt jelenti, hogy 100 euró naponta, az mondjuk 30 ezer forint. Ha te kim vagy minden nap, ugye? Akkor összeszedsz 900 ezer forintot, csak abból, hogy van egy bábúd, 900 ezer forintot összeszedsz egy hónapban. Úgyhogy nem csináltál semmit. Nem. Csak üldögéltél 10 méterre a bábútól, és figyelted, hogy hozza neked a pénzt. Hát és zseniális. Úgy, hogy tényleg zseniális. Nem melós, mert például ott vannak a peruiak, akiknek tök melós az, hogy oda viszik mondjuk a sztereó kétkazettás magnót, odaállnak hárman, berakják a kazettát, elindítják, és utána pedig izét hárman pánsipoznak, de egyébként egy nagy zenekar nyomja a kazettáról. Tehát, hogy azért az melós. Érted? És közben még árulni a karkötőt, meg a nyakláncot, az melós, igen. Érted? Meg Indiának költözni, miközben kőbányai vagy, aztán hogy hívják, valamelyik volt osztálytársad felismer. Hello, Sanyi! Nagyon sok hallgató ír egyébként. A Vörösmarty tér, Váci utca sarkán vannak ilyenek. Most voltam Londonban, egy srác fejjel beleállt egy sima vödörbe, zseniális. Rómában olyat láttam, ahol távirányítóval mozgatták a bábú szemét 3 percet. Hogyha dobott valaki pénzt. Az már nagyon komoly, amikor valaki bedobott pénzt a kapuajból, mozgatták a szemét. Tehát akkor ez nem egy magyar találmány, most ért ide akkor? Mi is nagyon sokszor láttuk őket, ha hozzáérsz, vagy visszaveszed a pénzt, oda rohan a tulajdonos, és hatalmas balhét csinál, a Váci utca tele van velük. Ezért kellene úgy megcsinálni ezt a kis gyűjtőedénkét, hogy persejszerűen. Hogy beledobod, már le tudjad belőle kivenni. Mondom én ezt azoknak, akik ezt csinálják. Tehát úgy tudnád csinálni, hogy egy így leláncolt persej, nem? Hát vagy egyszer van a tetején egy kis nyílás, bele tudod dobni, de kivenni már nem tudod belőle a lóvét. Nem kínálhatod oda rohangálni. A bábú adó köteles? Nem. Nem. Nem.
Nem. A kihelyezése valószínűleg az lenne, de hát ad meg nincs. Ő nem jogi személy. Nem adó köteles a bábú. Hát a NAV nem tud vele mit csinálni. A bábú kereste a pénzt. Nem? Aha. Most ki kereste a pénzt? Aki kirakja, vagy az, akinek ott bedobják? Hát tényleg. Hm. Ugye nem te keresed, a bábú keresi a pénzt. Te csak segítesz este a bábúnak összeszedni a pénzt. Te csak, megyünk. Hát de hogy van ez? Mert az ötlet egyébként zseniális, de hát erre mit szól a NAV? Vagy mit mondanak erre? Na? Tehát a bábú kereste a pénzt, nem? Hm. Igen, én nem csináltam semmit. Itt ültem, mert miért nem? Szabad ülni a Váci utcában? Szabad. Hát akkor meg... Az nem lehet, hogy ez egy újabb állami beruházás. Egyfajta központi költségvetés. Ezért nem zavarja a NAV-ot. És akkor azt látjuk most a Váci utcában, ha bemegyünk oda, hogy két rendőr vitatkozik egy bábúval? Álljon föl! Nem. Jó, sinézd, még nem áll föl! Álljon föl! Jó, a papírjai. Jó, még egyszer nem mondom. Jó, hogy egy bábú, nehogy bábú, bakusra! Bábú vagy nem bábú, kérem a papírjai. Maga bábú? Minket néz hülyének? Ne feleseljen! És ott állnak a rendőrök és vitatkoznak a bábúval, akit megpróbálnak fölállítani? Igen, hát kb. Ez lehet. Ez egy érdekes élethelyzet. Hát menjen ki a NAV, ellenőrizze le őket. Adott-e számlát a bábú? Hát egy bábú nem tud számlát adni. Adott-e számlát a bábú? Hogy azért az emberi leleményesség tényleg mennyire durva, nem? Ott állsz kint, étlen, szomjan, fagyban, keresel nem tudom hány eurót. És közben valaki kitalálja, hogy gyerekek, tegyünk bábút. És hülyére keresik magukat. Várjál, vajon ő, aki most a bábút figyeli, a bábú tulajdonosa, eddig pantomimes volt? Csak ő már elfáradt, megunta, és azt mondta, hogy ide állítok egy bábút. Tehát arra gondolsz, hogy kiöregedett pantomimesek találták, hogy nem. Szerintem nem. Aha. Nem. Szerintem valaki megirigyelte a bizniszt, és azt mondta, gyerekek, ez egy jó ötlet, tegyünk egy bábút. Hmm. Profi néznek ki, nem? Nagyon, jól megcsináltak egyébként. Bár megvallom őszintén, hogy így nem lenne nehéz őket lebuktatni, mert hogyha valaki oda megy mondjuk egy valamelyik hivataltól, egy közterületes, vagy egy nyilván nem rendőr, vagy mondjuk egy civil ruhás rendőr, és elkezd kotorázni az apróban, és odafut az üzemeltető, abban a pillanatban meg lehet kérdezni őt, hogy jó napot kívánok, miért is tetszettek, meg kivel, de meg hogyan, meg miért van ez de itt meg egyáltalán. Bocsánat, de mit buktatsz le benne? Te mit? Ugyanis nem írod ki, hogy dobni kell pénzt, azt a turiszt önszántából dobja. Te kiraksz egy kalapot, hogy gyorsan visszaadjam annak, aki beledobta. Te kiraksz egy kalapot. Nem mondtad, hogy ez kötelező pénzre dobni, nem? Te kiraktál egy kalapot, hát hogy valaki abban dobott pénzt, hát az arra, te nem tehetsz, hogy dobott pénzt. Ebben az a szép, hogy az igazi pantomimeseket majd holnap hogy próbálják leteszelni, hogy ő bábú-e? Hogy hány pantomimest fognak most szétkínozni a Váci utcában, akik ott hegedülnek 10 éve, meg lisztemberként állnak, meg nem tudom milyen hosszú cilinderben. Na jó, Gyurikám, mert nekem nincs idő, lefújom gázra. Légy combolőm. Légy már, megmondok. Hát, zseniális. Zseniális. Azért a 9 kilóból vonjátok le az esős napokat, írja Ferenc. Benfentesnek tűnik, tűnik azért az SMS író, vonjátok le az esős napokat. Aha, benfentesnek tűnik. Jó, legyen csak 6 kiló. Most egy ilyen bábút mennyiből csinálsz meg? 50 ezerből. Kb. 50 ezeres beruházásból, ha szerencsés vagy, és nem megy ki a közterület, még nem megy ki a rendőr, akkor egy-két jó nyári hónapban megkeresel azért 1-2 millió forintot. Nem? Nem. Hát szerintem az... simán. Zseniális ötlet. Na jó van. Oké, 9:50 múlt pontosan 8 perccel. Jársz a Váci utcába? Szoktál a bringázni? Nézd már meg őket. Jó, bemegyek. Jó? Csak hogy látsz ilyet. És akkor lögdössem meg, hogy... Hát azt nem, megvernek. Azt nem, csak hogy nézd már meg, hogy van-e ilyen most a Váci utcában, ha arra bringázol. 9:50 múlt pontosan 8 perccel, jövünk mindjárt a sorsolással, ugye a Sony játékunkkal, valamint a nap legjobb pillanataival mindjárt. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. A jelmondat szerint akkor ez a Bahart will go on. Na, szerdán ugye 6:10-kor ott vagyunk Siófokon a Krúdi sétány 2-nél, ahol felveszük azokat, akik velünk akarnak tartani a Kompon Tihanyig. Ez nagyon-nagyon fontos, huligánsz rajongók jöjjenek elsősorban, mert hogy ott a Kompon egy nagyon exkluzív, mindez ideig még soha nem látott huligánsz koncert, ami nem volt soha, egy kompról. Miközben nézzük a balatoni napfelkeltét, hajózgatunk, és a komp jön, megy ide-oda. Így van. Mert ahogy csak 9-re kell Tihanyban lennünk, addig azonban a Hooligans koncert alatt, előtt, után egy kicsit hajózgatunk a Balatonon, a kőkemény motorosok, ahogy hallottam, azok is lesznek. 25 kőkemény motoros lesz, és egyébként majd meg lehet nézni, ahogy mondjuk 4-5 kérdésem után megfogják a kezemet meg a lábamat, belengetnek és bedobnak a Balaton. Igen. Ezt megvárom. És Hooligans rajongókkal élő Hooligans koncert. Ugye ez nagyon fontos, hogy 6:10-re, aki szeretne jönni, az jöjjön akkor a siófoki hajóállomáshoz.
oda jön majd a komp, tehát ne, semmiképpen ne szántódra, nem ott lesz, tehát nem a szokásos útvonalon közlekedik majd ez a komp, és kb. 80-100 fő mehet föl majd a kompra a 20 kőkemény motoroson kívül, úgyhogy érkezési sorrendben zajlik majd a dolog, akik korán ott vannak, szépen elkezdenek felszállni, és amíg van hely a kompon tudtok jönni, ha most oda jön 400 ember, tessék belekalkulálni, hogy nem biztos, hogy mindenki felfér, ugye egy darab kompról beszélünk. János, lesz-e nálad ajándék? Hogy ne lenne, viszek. Okay. Viszek, 80-20-ban 100 darabban. 9 körül ugye Tihanyban kikötünk, mindenki lejön a kompról, megyünk tovább Alsőrse, és a visszautat is biztosítjuk a hallgatóinknak. Siófokra 20 fő tud visszamenni a Magorral, Széchenyi komppal a Szántódi révhez, 10 perces az út, 60 fő a Tünde nosztalgia hajóval. Tündével is lehet nosztalgiázni. 1 óra 15 perces út, tehát ezt majd mondjuk a helyszínen, de senki nem marad a másik oldalon, tehát ha Siófokon szálltatok föl, akkor vagy Siófok, vagy Szántód, valahova vissza tudunk benneteket vinni majd hajóval. Úgyhogy ez mindenképpen fontos, 6 órakor pedig Siófok. Ez az egyik állomás, csütörtökön pedig, ahogy hallom, ugye a spotban Sárvára megyünk. Így van, a Sárvári Gyógy és Wellness fürdő fog vendégül látni minket, ez a Vadkert utca 1, Sárvár. De ki van írva? Nagy ki van írva? Szerintem mindenki oda fog találni, és nagyon fontos információ, hogy ugye az adás idő alatt ingyenes bejutási lehetőség van. Bizonyám, sőt, mi több, 10:30-ig. 10:30-ig családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, kis család, nagy család, amíg ott vagyunk, addig mindenki ingyen jöhet be, és utána nem is kell velünk együtt kijönni. Ugye? Mert hát gondolhatnátok, hogy bejöttök 8-kor, de kijöttök 10-kor, de nem. Bemaradhatod. Ott maradsz. Az anyja! Hát ez nagy. Nézhetitek, hogy Jani egy kis gatyában feje lefelé csúszik a csúszdán. Bizony, így is lesz. Így, már megbeszéltük, hogy lecsúsztatunk. Majd kamerával mindenképpen le fogunk csúszni, így van, és onnan a legnagyobb sikoltozást halljátok, a legnagyobb csattanásokat. Na, ott ugorják a hatalmas seggeseket a Morning Show műsorvezetői. Az olyanok vagyunk, igen, ez jellemző ránk. Szóval, szerda, Siófok és Alsóőr, csütörtökön pedig ugye Sárvár. Jó, sűrű ez a nyár. Jó, sokat ez. Megyünk, aztán megyünk nem sokára Szegedre, a Klassziánra első állomásra. Aztán két Balaton van, Lelle, Füred. Két Balaton, aztán megyünk még Debrecenbe. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, kora reggel élménybeszámoló volt. Ha valaki esetleg szeretne Münchenbe menni, és vagy meglepni a családját. Az hallgassa meg ezt a kis beszámolót, és elmény tőle a kedve, ne menjen, mindenkit leveszek, ne menjetek oda. És ugye beszéltünk egy kicsit komolyabb ügyről is, ugye arról beszélgettünk, hogy ezek a vagyonőrök, akik itt rohangálnak közöttünk, hogyan és miképpen jutnak fegyverhez, mert itt van ez a fiú, aki ugye bement 25 milliót, mint a Mikulás felrakott a hátára egy nagy putonyban, bement és azóta se jött rá nagyon, hogy egyébként tulajdonképpen mit csinált, nincs súlya annak, amit tett, legalábbis maga szerint, és arról beszélgetünk, hogy vajon hogy a fenébe kapnak ilyen típusú emberek fegyvert, hogy van az, hogy állítólagosan egy két lépcsős vizsgarendszeren keresztül kell eljutni, nagyon komoly pszichológiai teszten keresztül, úgy, hogy valakinek fegyvere lehessen. Hát az SMS-ekből kiderült, hogy azért néhány vagyonőri cégnél ez sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben megy. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Na, hívjuk akkor a nyertesünket, aki ugye pénteken vagy az óra nyertese volt, vagy hármasugrást játszott velünk, és ő ugye eldöntheti, hogy mit szeretne, ugye? Mert ez a játék lényege még mindig, hogy vagy telefon, vagy tévé. Egészen 10-éig. Halló, tessék! Halló! Halló! Halló, Bea, Beát keresünk. Én vagyok. Balázs, Morning Show, hello. Szia. Hello. Szia. Igen, örülök, igen. Bea, figyelj, te játszottál hármasugrást pénteken. Igen. Jól mondom? Igen, a Star Wars nem tudtam, igen, másik. Igen, ott történt egy kis malőr. De nem baj, mert látod, milyen szerencsés vagy, most viszont te lettél a napnyertese, ami azt jelenti, hogy ha ügyesen válaszolsz egy kérdése, akkor vagy telefon, vagy pedig ugye tévé lehet meg neked. Igen. Na, hát melyiket szeretnéd először azt mondani? Hát a tévét. Igen? Igen. Super HD. Igen. Igen, azt szeretném, igen. Csúcs szuper, azért mondom, a full HD az csúcs szuper, érted? Igen. Full, hova tennéd, igen. Hova tennéd be? Hát a nappalinkba. A szép tévé a nappaliba. Mm. Uh-huh. Igen. Na jó van, figyelj, nagyon könnyű a kérdés, jó? Igen. Ki? Na de tényleg. Ki? 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 Ki?
nyerte a legtöbb labdarúgó világbajnoki címet. Tehát ki? Egy labdarúgóról beszélünk, nem fogod kitalálni. Egy nagyon-nagyon egy híres. Egy nagyon híres labdarúgó. Aki a legtöbbszörös világbajnok tulajdonképpen. Ez három világbajnoki cím. Ország? Három világbajnoki. Ország. Ki? Igen, ki az az ország? Egy. Na, egy országot kell mondani? Nem, csak a Csabi megpróbálsz, hogy ne törődjön. Egy személy. Személy? Igen, tehát van valaki egyedül, igen, aki egy bizonyos ország színeiben három alkalommal emelhette magasba a trófeát, a világbajnoki trófeát, vagyis háromszoros világbajnok, ugye? És a kérdés úgy szól, hogy ki lehet ő? Aha. Uh-huh. Ne kapkodj! Kik vannak ott körülötted, Bea? Hát sajnos dolgozom most, a mai napon. Egy győri vendéglátóegységben vagyok amúgy pultos. Aha. De figyelj, mindenki néma csündben ült ott, és amikor kimondta Cipelli, akkor meg mindenki elkezdett őrjöngeni? Igen. Atya Isten, ez ilyen filmszerű szinte. Jaj, de jó. Azok. De jó, nyertél tévét, itt fogjuk rajta nézni a meccset a kocsmába. Be kell vinni a tévét, Bea. Jaj, de örülök. Nagyon szép. Köszönöm. De ügyes vagy. Köszönöm szépen. Hogy sikerült elérned, hogy csöndben legyenek, amíg itt... Azt hittem egyedül vagy egy szobában valahol. Hát, pénteken egyedül voltam, egyedül játszottam ebbe a hármasugrásba. Aha. Hát izgultam. Izgultál. Most is. Jó van, Bea, megvan a tévéd, ügyesek vagytok. Nagyon szépen, köszönöm. További szép napot nektek. Sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Hey. Mindenkinek egy kis fröccsöt. Igen. Na, hát hogyha... Milyen durva, hogy ott ültek néma csöndben, mert egy szobából telefonált, és ki bemondta a jó választ, és mindenki elkezdett őrjöngeni. Nem? Remélem, hogy ilyen hangulat lesz majd szerdán a Kompon is, és Sárváról is, hogy úgy fürdőben. Ugyanez. Egy jó kis nyaki súlyfürdőt ott rátesz. Meg súlyfürdőzünk, téged nagyon jó hangulat lesz. Egy kis izampakolás. Janikám, gyere be a gerincsednek, jól tesz egy kis súlyfürdő. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Hello, sziasztok, morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Hello, sziasztok. Szia. Ciao, hello. Jóság. Balázs? Igen. Csak most ismerős volt a hang. Aha, hát, parancsolj. Igen, általában mi szoktunk lenni, igen. De nagyon bíztál benne, hogy bemondtad, hogy morning show. Igen. Igen, magántelefonszámról hívtatok fel, de azért így. Igen. Bíztam benne. Te lettél a nap hallgatója, és küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen, mi meglepő. Jó van, köszönöm szépen. Moson Magyaróvára nem szoktatok úgysehan nagyon különbözni. Nem, hát Győr volt a legközelebbi állomás. Kikérjük magunknak, igen. De megyünk majd oda is, jó? Helyes, köszönjük szépen. Köszi, okay, gratulálunk, ciao. Ciao, köszi, sziasztok. Hello. Moson Magyaróvár, hogy fog örülni a Csabai Csülök Fesztiválra szóló belépőnek? Hát, szép lesz. Hát, ha van rokona arra felé, gyere. Hát nagy utazás lesz, nincs az. Vagy Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Holnap nagy nap. Bizony, megyünk. Iron Maiden. De egyébként pont amiről beszéltetek, ez az átverős pantomimes, mi abba belefutottunk. Nem is olyan régen, egyszer sétáltunk a Váci úton, és hát mondtuk a Rómámonak, hogy dobj neki egyet, megmozdul. Aha. És aztán azt hittük, hogy keveset dobtunk, és nagyon szégyeltük magunkat, és arra mentünk, mert hogy nem mozdult meg. De hát kiderült, hogy szóval. Senkinek. De durva. Igen. És már a Váci úton is van. Hol volt ez? Forgács Váci utca? Váci utcában, bocsánat. Ja. Rosszul mondtam. És dobtatok pénzt? Dobtunk. Igen? Nem emlékszem mennyit, de fénypénz volt, tehát nem olyan vészes. És akkor rájött, hogy visszamenték kivenni? Nem, én most olvastam a napokban szintén, hogy ja, az ott nem fog megmozdulni soha. És hülyére keresik magukat. Ebben az a szép. Egészségük. Na jól van, Csabikám, remek zene így lesztünk? Hozom a megújult Zanzibár legújabb dalát. Ráadásul még a címükben is benne van, hogy újra. Az jó. Hát az tudjátok, jó, hogy azért az ott volt az, a problémák, mert egy gitáros elhagyta őket, aztán még egy gitáros elhagyta őket, ugye a Sidi ment a tancsapdába, de most úgy néz ki, hogy rátaláltak a gitárosra, aki a Nagy Norbert névre hallgat, és hát most már készülnek az új dalok, meg koncerteznek, úgyhogy életre kelt a csapat. És van új Zanzibárdal? Igen. Újra van új. Jó lesz, ra. Igen. És hát mindeközben zajlik a játék is, úgyhogy tessék küldeni továbbra is a Foci VB szó összetételt SMS-ben, és akkor Sony ajándékokat lehet nyerni.
Jól van. Jó. Oké, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-5500, ez a telefonszám. Ha szeretnétek dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!